És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri! Hello, srácok! Nem, ti vagytok odaát. Igen, mi vagyunk odaát. Hát bizonyítás kérdése, te is odaát, hogy mi is odaát vagyunk. Ja. Hát csak... Artafikonnal nézzük. Hello, Lac! Szevasz, Lackó! Hello, Bello! Jó vagy? Szállingózik a stáb, Laci. Ah. Hal a vízben, ugye van, ne viszem. Minden este buli. Bandázik, jön meg, persze. Keveset dolgozik, sokat bandázik. Hát tudod milyen. Hát figyelj, ha neki is jár a pihenés, persze, megérte. Jól érzi. Jól érzi. Tulajdonképpen, ez a tiszta, mondjad? Ha belegondolok abba, hogy a kis stábunkból ugye ilyen felváltva, de azért voltunk kint, én is voltam 2 hetet Vikivel, most a kint van a Laci, kint van a Zsül, kint volt a műszaki igazgatónk, egyedül Anna nem volt kint, jelzi, hát Anna, akinek nem jár, nem jár, hogy tulajdonképpen ez a 6 hét a számotokra az abszolút szívás, és mindenki más jól érezte magát és pihent. De egyébként ezt nagyon jól látod, de tényleg így van. Igen, és kicsit így meg is facsarodik a szívünk, ha egymásra nézünk azokkal, akik kint voltak és budisztak, rátok nézünk, és azt mondjuk, hogy 2 ilyen szerencsés férfi 6 hét Afrikában, amiből semmit nem láttak, és végig szívták az egészet. Semmit. Menő. Semmit. Úgyhogy köszönjük nektek, hogy mi is mehettünk. Nagyon szívesen, hát ne vicceljetek. Hát szóljatok, hogy mikor akartok jönni. Aztán szervezünk valamit, és akkor mehet a dolog. Ma csak 3 forgatás lesz a rádión kívül. Semmi az egész, sics, úgy mi? Semmi. Elmegy semmi a nap. Ebben az egyik élő. Éjjel fél egy, és újra ágyba vagyok, tehát nem gond. Jézusom. Éjjel fél egykor fogunk lefeküdni, mert ma egész nap forgatunk. És ha nem jó, a műsor, akkor ki miatt nem jó? Hát biztos miattad. Is. Viszont... ja, igen. Viszont ha jó, akkor meg a Balázs miatt jó. Igen. Zsűr, ez az én tiszta ruhám itt? Nagyon kemény, 30 kunáért kimostat 8 kiló ruhát, gyerekek. Az egy olyan 500 forint, vagy 400 forint. Nagyon jó. Van egy ilyen... 700. Tessé? Inkább 700. De az se sok. Hát nem, igazából nem. Nem sok, igen. Szóval van egy ilyen kis jó kis mosoda, és Zsűrrel tegnap meglátogattuk. És hát nagyon 2 óra alatt megvan. Nagyon szuper. Ez volt az utolsó mosatásom. Most már megvagyok igazából mindennel. De Zsűr várta meg, ugye? Bevezsül, persze. Kénytelen volt, hát többet van itt, mint mi. Kötöttünk egy, több szabad ideje van. Igen, meg rendes ott megvárta, addig bementünk oda a szuper Pick & Pay-be, vagy mi volt az, és akkor ott körbenéztünk, én gyorsan megvettem mindent. Sokat vásároltál? Jó nagy ez a bevásárlóközpont. Utáltam, de tegnap kicsit be kellett vásárolnom. Olyan egészségtelen dolgokat vettem, valaki belenézett a kosaramba, nem értette. Cukros üdítő, chips, meg kóla, annyira ki, vagy ilyen mangólé, meg csokoládé. Tehát ezeket vettem. Annyira ki vagyok már éhezve, mivel új ízekre, hogy vettem 4 csomag ilyen paprikás chipset, meg csokoládét, meg mangót, meg ilyeneket. Úgyhogy nagyon jó volt. Minden reggel zabod van, úgyhogy szerintem megengedheted magadnak. Látom, hogy most éppen készül, mert János egy ilyen fénycsíkként látom rohangálni a háttérben. Néha ma kavar lehet, egyet. Egyet. Na, ha rámegyek, most nem szoktam, kihagytam. Mióta itt vagyunk kint, azóta lejöttem a zabról. Majd otthon. De most lehet, hogy ma tolok egyet. Megkérem olyan itt, hogy csináljam. Egy fincsit. Na, mi újság van otthon? Kérlek szépen, minden a legnagyobb rendben, javul az idő, már nagyon kellemes a meleg, a reggeli. Meleg. Na, hát, na jó de ahhoz képest, ami volt az elmúlt napokban, hogy odafagytál az autódhoz, ahhoz képest nagyon jó, és nyoma sincs a ködnek. Úgyhogy ez az abszolút jó dolog. A másik nagyon jó dolog, hogy nem tudom, hogy te ellenőrzöd-e, Balázs, a rólad készült Facebookos oldalt, hogy minden nap ugyanaz a kép Sebestyén Balázsról, de nagyon szépen haladtok. Tehát nagyon szépen haladtok rajongókkal. Most nem néztem meg most reggel, de én kapcsolatban vagyok azzal az emberrel, aki ezt csinálta, mint kiderült, mert nekem írt a Facebookon, ugye ő dobta fel, hogy ő ezt megcsinált, ezt a weboldalt, és nagyon elégedett, és nagyon szépen köszöni, mert ez tulajdonképpen az ő részéről egy bosszú lett volna. Hányan vagyunk most, nézve meg? Aha, már milyen bosszú? Ma mindjárt elmondom a sztorit.
Hát kevesen 1825. Azt a kutyafáj. Az kevés. Kevés. Nagyon kevés. Mindenki lájkolja most ezt az oldalt. Na az a bosszú, illetve hát ő gondolta így, hogy ez bosszú lesz, de aztán időközben megszeretett téged, mert képzeld el, te voltál az a csúnya műsorvezető bácsi, aki a VV5-öt vezette, és hogy ő oda nem jutott be. Hát és írtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, nem Balázs nem szavazott be, hanem a nézők. Igen, jó helyen csapódott le. Aha, igen, ezt nagyon szeretem. Hogy csinált egy oldalt, a minden nap egy képet Sebestyén Balázsról? Igen, úgy volt vele. A tippet is miadtuk neki, hogy csináljanak már egyet rólam, és még a fotót is mi mondtuk neki, hogy legyen már ez a fotó. Gyakorlatilag igen, így volt vele, hogy majd ő ezzel áll bosszút, azért jutott be a VV5-be, írta neki, hogy tesó, értelek, de a legkevésbé a Balázson múlik egy ilyen műsorban. Találkoztál a castingon a Balázsra? Nem. Akkor érted? Igen, az ott a legkevésbé rajta múlik, szóval, hogy hát csak te vagy a műsor szempontjából. Talán múlhatott egy-két dolog, hogy kifelé billent, vagy hogy történt a dolog, de a casting az nem nagyon. Tehát ott nem vagyok. Igazából abban nem szólok bele. Vannak sokkal jobb szakemberek, akik ahhoz értenek, hogy kik eléggé extrovertáltak ahhoz, hogy bekerüljenek. Szóval és így átbosszott. De aztán most már megnyugodott, most már szeret téged, és ápolgatja a kis oldalt. Minden napra van ugyanaz a kép, és ugyanaz, illetve a felirat az változik rajta. Úgyhogy így, hát akkor nem mentünk sokra, ha 1800, én azt hittem már legalább 5000-en vagyunk. Akik kedvelik hát ezt az oldalt. Na mindegy. Ez nagyon szomorú. Ez nagyon szomorú, hogy csak ennyien vagyunk. Viszont az Instagram oldalam, ami most kicsit kevésbé frissül. Az dübörög? Az gyerekek lassan 12-13 ezeren vagyunk. A jó négyre élet be. Azt a mindenségét. Már bocsánat, ezt egy matek talán nem mondta mindig. Ez Morning Show-s Instagram oldal, úgyhogy ott nagyon szépen haladunk. Mindig tartogatok valami kis csemegét. Hosszan tartogat. Kis túlzással. Tessék? Hosszan tartok, az most is vannak csemegéi, csak még nem teszed föl. Van egy-kettő, igen. Két-három naponta kis túlzással felkerül egy kép, úgyhogy az viszont nem bosszú, úgyhogy ezt érdemes tényleg szeretni. Na nem véletlenül beszéltem az előbb erről a nagy lelkűségetekről a Jánossal, hogy ugye ti kint vagytok és dolgoztok, és bennünket pedig hát gyakorlatilag kivittetek nyaralni, pihenni, amiért nagyon hálásak vagyunk. Neked is, Jani. Neked is. Ugyanis találtam, kérlek szépen, egy új fejtegetést az emberek nevével kapcsolatosan. Ezekben én nem szoktam hinni, tudod, ezt el szoktuk mindig mondani, hogy valószínűleg ugye a horoszkópot is úgy írják, hogy valaki leül, és akkor megírja, hogy önnek ma jó napja lesz, vagy nem lesz jó napja. De az a helyzet, hogy ez betalált. Ez annyira betalált mindkettőtök esetében, hogy egyszerűen nem is hiszem el, hogy ennyire jellemző nevet választottak nektek. Az első betűje a lényeges a keresztnévnek, tehát a Balázs esetében a B betű. Mondom, hogy mit jelent a B betűs keresztnév. Érzékeny, mélyérzésű, segítőkész, együttműködésre hajlamos, megvalósító, táplálja a környezetében élőket, harmonikus társ, akire mindig lehet számítani. Hát ez vagy te. Érted? És miért szabadkozzál? Mondanám, hogy hazugság, de egyszerűen nem tudok tiltakozni. Nem is te állítod, más állítja is. Hát ez az. Így a legszebb. Így a legszebb. De ezt hol találtad, vagy mi ez egyébként? Kérlek szépen, hogy a keresztnevekben mit jelent az első betű? Az első betű, mert nem véletlen az, hogy ugye a nevünket nagy kezdőbetűvel írjuk, és azt arra jutott a megfejtője ennek a dolognak, hogy a keresztnév első betűje az jelzi azt, hogy milyen személyiség vagy. És minden betűt megfejtett, ez volt a tiéd. És én pont ezen gondolkoztam tegnap, hogy ti melóztok kint végig, mi meg gyakorlatilag kimentünk nyaralni, a Laci is most ott héderezik, érted, 3 hétig, és hogy hát ennek nyilván van valami oka. Megnéztem Jánost is, a J betűt, most figyelj, na. Magnetikus személyiség, bármit képes magához mozzani, amit akar. Főleg a szennyes ruhán. Hát jó, az most mindegy. Vezetőtípus, kreatív, intellektuális és kulturális érdeklődésű. Na most a négyből... Amennyire én vezetőtípus vagyok. Na, a négyből 3 megvan. A vezetőtípus az nem feltétlenül, de kreatív, intellektuális és kulturális érdeklődésű. Most figyelj, mert zárójelben ott a jövőd, meggazdagodhat egy találmánya révén. Van találmánya? De jó lenne már. De valamivel most már gyere elő. Igen, most már nagyon kell jönnöm. Azt hittem, hogy a sorsom, és hogy hívják majd egy zöld lámpánál, a zebránál valaki elnyomja egy kereszteződésben. Azt hittem, hogy ez lesz a jövő. Hát nem, itt van, zárójelben van ugyan, de meggazdagodhat, és ugye ott van, hogy talán egy találmánya révén. Az irány nincs meg, hogy mit találhat. Hát, merre kéne menni, az nincs. Persze, hogy mit tudom én, valami teljes doboz fül, aminek a segítségével elintézhetjük azt, hogy nem borul ránk a tejbontás, stb.
egy olyan praktikusabb. Egy ilyen apróság. Hétköznapi dolog. Figyelj, én mindig nagyon irigyeltem azokat az embereket, akiknek van egy olyan találmányuk, ami pofon egyszerű, halálosan közhelyesnek tűnik már akkor, amikor kitalálták, de korábban senki nem gondolt rá, viszont a hétköznapokban nagyon jó szolgálatot tesz, és nem mellesleg 100 milliókat lehet vele keresni. Így van, ott van például a cipőfűző, ha azt valaki annak idején levédette volna, hát most milyen gazdag lenne, érted? Ja. Erre gondoltál, ilyen apróságra? A kb, igen. Kb. Ami a hétköznapokban is tényleg mindig előkerül, minden hétköznap, mindig ott van a kezed ügyében, és jó szolgálatokat tesz, és nagyon-nagyon sok pénzt lehet vele keresni. Tudod, mi lenne a menő most, hogy elindítottátok ezt a zabmániát, illetve hát ugye Balázs elindította, te csatlakoztál, és én például most minden reggel látom, hogy a kis szállodai vízforralóban te melegíted a tejet. Igen. Ugye, amivel az van, hogy vagy odaig, vagy nem, ha nem figyelsz. Nagyon kell figyelnem. Na, egy olyan szerkezetet kéne föltaláljál, amivel belerakod a tejet, belerakod egy ilyen külön kis kapszulában a zabot, ezt csak odáig melegíti a tejet, hogy még meleg legyen, és a zabot rendesen megpuhítsa, de nem ég oda. És az adott pillanatban beleönti a zabot, összekeveri, és neked kész a zab. Na, milyen vagy? És így súgy. Ott a nem millió. Rossz. Nem millió, nem rossz. A milliárdok, apám. Így van. Ehhez csak az kell, hogy nagyon sokan szeressék a zabot. De egyre többen szeretik, úgyhogy jól állunk. Igazából, hát kampányolunk a zab mellett. Elindítottam, most már téged is megfertőzött. Így rengetegen van. Eszik, úgyhogy magyar zabot mindenkinek. Na, tessék, meg vagyunk. Látod, milliárdokat fogsz keresni ezzel a találmánnyal. Neked adom, ingyen. És a tiédet megnézed a nevedet? Hogy az megkérlek szépen, F betű, gazdag, így kezdődik, érzelmileg leginkább, gyerek és családcentrikus, szeretetteljes, gondoskodó, adakozó, felelősségteljes, érett, ezért maximálisan biztonságban vannak az övéi. Ezt írja. Rosszat soha nem innak senkiről. Szerintem senkiről, igen. Mert mit nézek, milyen betűt nézek, mondj egyet. Nézd meg a Lacit, na. Jaj, J-K-L. Figyelj, romantikus, fejlett belső megérzéssel, sokoldalú tehetséges, most jön a legdurvább, mozgékony, tevékeny, igen, klasszikus tanító. Kellemes beszédhangú, akit élvezett hallgatni, bármiről is beszél. Hát ez figyelj. Sziasztok, tegnap voltam mozima. Hát, mit mondjak? Ablakon kidobott pénz volt. Igen. Hát ez, szóval, hogy vannak kétségeim, azért megmondom őszintén, vannak kétségeim e felől. Ez milyen hülyeség egyébként, ha belegondoltok. A keresztneve kezdőbetűből ír egy jellemzést, hogy mit jelent, nem? És belerak három jelzőt, és akkor ezt most mindenki olvassa, hogy mindenki elhiszi. Jó nagy maraság. Aztán persze nyilván lehet, hogy van benne valami, de hát Lacit halva kevés. Ott van például igazából, akkor a Zsül, aki ugye Gyula, G és G betű. Figyelj, lényeglátó, befelé forduló, elemző, okos, akinek jól működik a hatodik érzéke, és ez is hozzásegíti az, hogy megértse az emberek cselekedeteinek indítékait. Mondjuk a befelé fordulás Zsülnél szerintem megvan. Igen. Meg nagyon befelé fordult, és ebből ő nem is hajlandó kifelé fordulni. Igen, ez ebben van jelentő, most G-t néztél, vagy G-t néztél? Együtt van, G, G, ugyanaz. G-G az együtt van. Aha. És igyekszik megérteni az embereket, én azt látom rajta amúgy, ő egy ilyen szemlélődő típus. Tehát ő elég sűrűn kijön velünk a forgatásokra, és mindig, hogy látod, hogy nagy-nagy tömeg, nagy-nagy nyüzsgés, picit balra ott áll valaki, egy kis köpcös ember, ott áll, néz, szólsz el, Gyula, Zsül, Jules, hello, te ott, Nováki. Semmi, se kép, se hang, igen, és ő ott figyel, ő ott koncentrál. Valamelyik nap már üvöltöttünk neki. Zsül! Zsül! Gyere már! Na jó, hagyjuk itt a francot. Nem akartuk. Aztán elmentünk. Igen. Aztán le kellett mennünk a hívákba, le kellett mennünk a dolgunk után nézni, de komolyan. Ő egy igazi szemlélődítős. Ő igyekszik megérteni a körülötte lévő eseményeket, és ha már egyszer felvette a fonalat, nagyon nem akarja melegenni. Figyelj, nem csak elaludt, de nem lehet. Akkor nyitott szemmel. Két lábam volt. És a kis fényképezőgép a nyakába, tudod, dokumentál. Igen. Na jó van, gyerekek. Na, hát úgyhogy ez van. Erre akadtam tegnap. Jó sok időd van ilyeneket olvasgatni. Figyelj a tegnap királyt. Tegnap terveztük, hogy bemegyünk még a Balival a bevásárlóközpontba, azt megcsináljuk ezt a bizonyos fotót a fenyőfáról, karácsonyfáról, amit fel van tisztítva a kaszinó mellett, de olyan későn értünk haza, hogy már egyikünknek sem volt ingerenciája ilyen fél egy magasságában beugrani csak ezért. Úgyhogy, de amit ígértünk, azt természetesen megcselekedjük, mert ezt követeli tőlünk a haza.
Úgyhogy majd valamikor be fogunk ugrani, aztán majd megcsináljuk. Küldet, nagyon ő. Igényes. De jó, egyébként, na, egyébként ki nagy idők tanulja a szemlélődő típust, mit mutat most nekünk? A karácsony fel. Megvan a karácsony fel. Ennél jobb minőségi képet mi sem készíthettünk volna. Gyönyörű. Azért... Láttál már igazán ronda karácsony. Így van. Döbbenet. Ami körül hány síró ember volt már, és nem a boldogságtól, hanem azért, mert elverte az összes fizetését. De tegnap most párban láttam még egyet. Az szép volt, mert az olyan szimmetrikus volt, nyilván műfényű volt, de nem ilyen ótvarul nézett ki, rendes díszek voltak rajta, az így melbe lett. Mondom, úristen, üldöznek a karácsonyfák, azt le akartam fotózni, csak aztán elfelejtettem. Úgyhogy üldöznek. Igen, most azért már itt is kezd elszabadulni. Elszabadulni az ünnep. De az egy szép fa volt. Ez egy ronda fa. Úgyhogy inkább ezt tegyük föl. A szép érzéked megszólalt, inkább a csúnyát. Inkább a rondát, igen. Az egy helyes kis fa volt ott a spárban, ahol voltam. Na, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Tegnap János nyert, úgyhogy 1-0, jelen pillanatban a műsorvezetők javára ez a hét. Szépen indított, Jani. Az belekezdtünk akkor. Ja. Jó az. Jól van. Na, nézzük meg akkor, hogy ki akar játékra jelentkezni. Jó, tegyen meg nyugodtan, hogy ír nekünk SMS-t. Még van egy csomó nap, úgyhogy lehet ajándékcsomagot nyerni, sőt, még a hét is nyerhető. Úgyhogy várjuk az SMS-eket, mi meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és játszunk. Előtte gyorsan egy közlekedés. Aki az M35-ös pályán jár, nagyon figyeljen, mert rengeteg vaddisznó szaladgál az autópályán keresztbe hosszába. Te jó Isten! Egy autós már áldozat lett a Pródi, van ilyen? Ékezetnél, nem tudom, pihenő előtt. Fecó küldte nekünk. Köszönjük szépen, ez az M35-ös autópálya tele van vaddisznóval. De nem kell ott kerítést építeni, ha autópályát építesz? Hát ez fura, hogy ott csak úgy fölmennek, de szerintem nincs végig kerítés. Nem mindenhol van. Ahol nagyobb vadgazdaságot a gondolom tesznek, de nem mindenhol. Akkor ott vonulgatnak. Úgyhogy mindenki figyeljen. Jó? Na, azt mondja, hogy megnézzük, hogy ki a játékosunk, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, Orsi vagyok. Szia! Hello, Orsi! Orsi, hello, Orsi, honnan hívsz minket? Budapestről. Harmadik sorat. Csak még mielőtt azt gondoljátok, hogy véletlenül ugye Janinak a kerületéből jönnék. Nem. Na. A harmadik kerület az én kerületem, ennek örülök. Melyik része? Békesmegyer. Békesmegyer City? Békesmegyer City, így van. Igen, Békesmegyer Metropolis. A Dunai oldal, vagy a hegy oldal, melyik? Dunaira szavazok. Az a menőbb? Az a menőbb, aha. Így van. Igen, ugye. A békásiak két részre osztottak, van a hegyoldal, meg a Dunai oldal. Mindegy, hogy nem mindegy, hogy honnan, merre mész, amikor leszállsz a hévről. A Dunai oldal menőbb. Így van, igen, az a rózsadomb. Az a rózsadomb. Kicsit lenézik a hegyoldal, kicsit felnéz a Dunai oldalra. Na. Ennyi. Na most feszültséget szítottál a harmadik kerületben. Minden, az egész harmadik kerületet ismerem. De végre valaki kimondta. Végre valaki kimondta, amit eddig évekig senki nem mert kimondani. Orsi, mivel foglalkozol? Értékesítő vagyok. Értékesítő, és mit árulsz? Szolgáltatást. Ó, ez így elég érdekesen hangzik, Orsi. Eddig még elég jól hangzik. Jobban tetszik a dolog, és milyen típusú szolgáltatást? Egészségügyi szolgáltatást. Aha. Mely része az egészségügynek? Mire gondolsz? Az egészségügynek egy átfogó része van. Én a teljes palettáját értékesítem. Magánegészségügy. Aha. Magánegészség. Ez jól hangzik. Zsibbad a jobb lábujjam. Az mehetek hozzád? Abszolút. Ajaj, gyere, nem. Megmasszírozom. Ja, nem rossz. Cipészhez. Nagyon jó cipőm van. Vedd le róla az asztal sarkát felé. Oké. Okay. És kabbalja. Nem rossz ötlet. Kivel szeretné játszani, Orsi? Hát Balázs, azon gondolkoztam, hogy szeretnének visszaültetni a pacira, vagy legalábbis a szamára, úgyhogy jutál veled.
Ki kéne jöjjön? Egy csirkeolban tanyázom éppen talán. Onnan na, megyek majd a Szamárhoz. Segítek, jó? Jó. Szamárhoz, aztán megyek a pónihoz, és aztán ülök majd vissza a lóra. Az kb. 4-5-öt kellene egy húzamban győznöm, hogy újra lóval legyek. Most állok a csirkeolban. Ennyi. Hajrá, hajrá. Na, megnézzük. Jani? Na. 3, 2, 1, fire! Milyen jól kiabál a Jani, ugye? Így van. Szerinted is? Jól, egyébként tényleg. Tényleg jó. Na mesélj nekem erről az értékesítésről, hogy mit árulsz pontosan, vagy mit jelent ez, hogy az egészségügyet értékesíted? Vagy hogy a magánszektort? Így van. Magánegészségügyi szolgáltatásokat értékesítek cégek felé, akik úgy gondolják, hogy a munkatársaik megérdemlik azt, hogy kicsit magasabb szintű ellátásban részesüljenek. Az jól hangzik. Sokan veszik ezt igénybe egyébként? Bizony, bizony. Minden évben egyre többen. Szeretnél te is? Fene se tudja. Van gyereked? Hát még nincs. Neked? Tudom, hogy van már egy. Másfél. És a következőt hogy hívják? A következőt? Egyelőre sokat gondolkozunk, hogy mi legyen a neve. Károly. De még... Tessék? Károly. Károly. Az jó lehet, igen. Te milyen neve? Hoppá! Már mi? Hova menjek a csirkeolból? Hova menjek a csirkeolból? A szemétdombra? Szerintem igen, menj hátra. Jó, menj hátra a Ganéhoz. Oké, hátra vagyok a szemét. Hátra mentem a szemétdombra. Köszönöm, ügyes vagy. Lájkoltam az oldalt különben, úgyhogy... Na, melyiket? Minden nap egy fotó? Minden nap egy fotó, minden nap ugyanaz a fotó Sebestyén Balázsról? Jó van. Szerintem ezért választott ki Anna. Azért haragszunk egy kicsit, Orsi, mert azt mondtad, hogy ki akarod hozni Balázst a csirkeolból. De próbálkoztam, én tényleg. Erre hátra küldöd a Ganyéhoz. Igen. Az a baj, most már az istálót se látom. Eddig láttam, de most már eltűnt az istáló. Nagy baj ez. Jó van, viszont neked van egy ajándékcsomagod. Hát ez a játék nekem már nagyon nem megy úgy, mint régen. Megkopott a fényem, de nem baj. Tiger Woods is visszatért, innen még van visszatérés. Orsi, küldjük neked, jó? Meg akartam kérdezni tőled, hogy vannak-e vaddisznók Dél-Afrikában? Na, hát látod, azok nincsenek. Ez egy nagyon jó kérdés lett volna, biztos összezavart volna. Orsi, köszi, vigyázz magadra, küldjük szépen neked az ajándékcsomagot. Ügyes voltál. Szia, szia Orsi. Hát, gyerekek, nem tudok nyerni. A fene vigyel, nem tudok nyerni. Egy-egy, mindegy, újra kezdtük a hetet, gyakorlatilag erről van szó. Hát igen, csak jó lenne már az önbizalmamnak valami. Most elmélyek, belenézek a tükörbe, attól mindig jobb kedvem lesz. Évekig kellene veszítened ahhoz, hogy az önbizalom az bármilyen szinten is csorbulj. Ezt te is tudod. Most kicsit oda vagyok azért, ez a sorozatos kudarc, ez nem tesz jót nekem. Na jó van. 3 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapperet habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehetsz már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a napban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgató. Két vagyunk, még mindig 2/3, 1/3 arányban, ki Dél-Afrikában, ki Magyarországon, de hát ezért jó, mert tudjátok, hogy mi a helyzet Magyarországon, tudjátok, hogy mi a helyzet Dél-Afrikában. Egyébként itt nem sok. Magyarországon nyilván annál több. Vannak közlekedési híreink, amit drága hallgatóink küldtek nekünk, elég sokat, úgyhogy mondanék egyet-kettőt, ha nem bánjátok. Nem bánjátok? Hajrá, tegyed. Már mondom is. Én megadnám a lehetőséget. Várpalotán mérik a Veszprém felé haladókat, Taki üzente ezt nekünk. Mohács vonalán Tejköd van, szotyizós a tempó. Egészen pontosan Bátaszék és Mohács vonalán, úgyhogy óvatosan menjen ott is. Mindenki széna írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Óriási dugó Pilisvörösvárig, hatalmas sor, egyre nehezebb a bejutás és egyre nehezebb a helyzet. Ezt Laci küldte nekünk. Ezt gondolom, hogy a szokásos dugó lehet ott Pilisvörösvárnál, ami egészen ugye ürömig tart. Nagyvázsonyban Fehér Skoda Fábiából trafiznak. Ez egészen pontosan egy Skoda Fábia kombi üzente nekünk Taki.
A Görbeházi pihenőnél az M3-ason a rendőrök figyelik a gyorshajtókat, elbújva a bokor mögé ült fecó, és a 10-es út sorvége beállt Vörösváron katasztrófa ügy. Spetyka jelent, ezt az előbb megkaptuk már Lacitól. Gyerekek, szegény vörösváriak, szegény solymáriak, ürömiek, hát az ott, sőt, hát aki egészen ugye Dorogról jön meg, az az valami jó őrület, őrület szívás. És nem nagyon hallom, hogy ott történne valami. Nem? Nem úgy volt? Vagy nem kaptunk egy ígéretet? Hát kaptunk. Az nem most őszre volt? Hát az volt, hogy belekezdenek. Mit mondtak ott nekünk? Belekezdenek, az állítólag megtörtént, tehát kitáblázták, hogy útfelújítás lesz, kitettek mindenféle ilyen jelzőtáblákat, és várnak. Biztos csak jó időben lehet dolgozni. Hát még azért nincsenek mínuszok. Hát azért egy körforgalmat megépíteni azért az nem egy négy sávos autópálya, még azért az lehetne. Nem? Hát gondolom, az hamar megvan. Nyilván ott más felújítások is lesznek, meg be kell csatlakozni majd a nullásba, meg stb., ahogy hallottuk, de hát ez jó lenne, hát kampányoltunk elég sokat az ügyben. Hát a felvonulás meg is volt. Igen, ha láttok munkaképeket, vagy bármit, akkor szóljatok, jó? Hogy... Na, ez sajnos nem volt. Bárcsak ez lett volna, igen. Azt mondja, hogy... Igen. Trágyadoromba küldenek a hallgatók, hogy ott kukorékolhatok, a Szenikő küldte nekünk. Drága vagy, köszönjük szépen. Ha gondoljátok, egyszer beszélnek arról, miért jó a Balatonnál élni, hívjatok, jó? Okay. Fölírjuk. Jó, Enikő, okay. egyszer fölhívunk. Balia, köszi a tippet, a Homeland tényleg baromi jó sorozat, rákattantam, írja Gábor. Fú, gyerekek! Hát mondom neked, Feri, mert te aztán tényleg nagy sorozatnéző vagy, hogy a Homeland új évada is nagyon jó. Nagyon jó. És köszönjük egy picit a készítőknek is. De csak egész kicsit. Igen. Ebben egy kicsit ők is benne vannak. Nagyon-nagyon jó, gyerek. Nagyon-nagyon jó. Ez a Kerry annyira jó benne. Negyedik évad? Ez most már a negyedik évad. Nem mondom el, mi van a harmadik végén, mert hát, ha valaki most kattant rá, annak a csalódás lenne. Ha mondjuk én, negyedik évadom, én elkezdenék, igen? Bocsánat, sorozatot, tehát így valamiért végre bevezetném a tévébe az adást, igen? Azt el tudom kezdeni a negyediknél? Vagy meg kell nézem az első? Nem, mi? De, egyébként pont a negyediknél tudod elkezdeni, ne, el tudod kezdeni a negyediknél, mert lezárul a harmadik végén valami. Aha. És a negyedik az egy új fejezetet nyit, de ahhoz, hogy de egyébként el tudnál, tehát nincs sok ember benne, három ember van benne, három konkrétan. Jézus, például a harmadikat, vagy a másodikat nem tudod úgy elkezdeni, hogy ne nézd meg az elsőt, de a negyediket pont el tudnád kezdeni. Aha. A Homelandből. Ja, acsi, fölcsigáztál, nem fogom. Egyébként igen, de jó, tényleg jó. Kevés az tényleg idő jó erre, hogy ott üljél a tévé előtti a sorozat, izguljál, hogy mikor jön a következő rész, összevárd. Nem, ezt tudod erről, mindig azt mondom, mint a desszert. Mint egy jó desszert. Már a család alszik, te még este 11-kor leülsz és megnézed, fél óra, és aztán kész, elmész aludni, nem kell órákat ülni a tévé előtt, hanem mindig egy apró pici része megjutalmazod magad. Na, igen, szóval, hogy jó. Jó a Homeland. Bocs, van majd négy vagy öt rész. Néztél Walking Dead-et? Nem, semmiképpen. Ott van? Ez, ahogy mondtad, ez számomra is egy desszert. Ez gyakorlatilag ez a nagy comeback-emnek a megkoronázása. Össze fog jönni a barátokkal, természetesen összelapátolunk egy csomó enni, innivalót, és akkor nekifutunk. Így van. És akkor go. Figyeljetek, ha valaki szállodában dolgozik, és mondjuk takarít, az írja már meg nekünk, hogy máshol is ismerte az a takarítási módszer, amit itt csinálnak. Erről akarok beszélni két mondatot, 6 hete vagyok itt lassan, és egyszerűen számomra teljesen értelmezhetetlen. Bejön hozzám egy néni, nagyon kedves, takarító néni, és elhúzza az ágyat a faltól egy méterre. Feri, talán erre lehet, hogy te is emlékszel, mert így takarítottak. Elhúzza egy méterre a falat, az ágyat a faltól. Fogja a párnákat, azokat leszedi az ágyról, összehányja neked a fotelme, és megfogja a paplanodat, és azt is leszedi. És belehajtogatja a fotelbe, és ott hagyja a szobát két órára. Így van. És ez hetek óta nem sikerült megfejteni, hogy ebben mi a jó. Te megérkezel mondjuk egy 4 órás adás után, volt rá 4 órája, hogy kitakarítsa, visszatolod az ágyat a falhoz, oda dobod a párnákat a falhoz. Igen, ráteríted a takarót. Lefekszel, és alszol. Most éppen porszívoznak egyébként, az hallatszik, erőjtött eszembe egyébként. Hogy ez hogy működik? Ebben mi a racionalitás? Mert ugye otthon legalábbis én azt látom, hogy úgy takarítanak, hogy bemegy, kitakarít, 20 perc alatt végez, és megvan az egész szoba. Két és fél órára egyedül hagyják az ágyadat, elhúzva egy méter a faltól, nem zsűr, ugye? Nagyon fura. És utána eltűnnek. Kicsit olyan, mintha a munkafázisokat így leosztották volna egymás között. Na, ezt akartam mondani, igen, ez a profizmus.
ez a profizmus ugye gyakorlatilag úgy van, mint a T-Fordnak a szerelése annak idején, hogy ugye az volt az első olyan autó, aminél mindenki csak egy fázis csinált. És itt is ugyanez van. Van egy takarítónő, aki bejön hozzád, elhúzza az ágyat, leszedi. Van egy másik takarítónő, aki kiporszívózik. Van egy harmadik, aki megágyaz és visszatolja az ágyat. De ezzel nem is lenne baj, ha a két munkakapcsolat között nem telne el egy 2,5-3 óra körülbelül. Tehát úgy mész be, azt reggel kijössz a szobádból, viszonylag rend van. Idézőjeles, amik Janinál nagyobb, nálam kevésbé. Bemész, és azt hiszed, hogy már végeztek, és mintha bombatámadás érte volna a szobádat, tologatva az ágyad, a párnák, a fotelba, a lepedőd ágynevűd összegyűve, és kinézel a folyosóra, és ember. Sehol senki. Tehát nem porszívózik ott melletted egy másik szobába, és tudod, hogy viszonylag eltűnik. És két és fél óra. Igen. Room service? Nem. Housekeeping. Housekeeping. Iszonyatosan agresszív. 10 másodpercet elmondja négyszer, hogy housekeeping. Tudod, gyorsan, ha valamit csinálsz az asszonykáddal, vagy bármi, akkor meg tud oldani. Egyébként semmire nincs időd. Én azt szoktam csinálni, hogy fekszem az ágyom, be vagyok takarózva, és bábozok a lábammal. És akkor mindig bejön. Housekeeping. Nyílik a szakos. Balra jobbra elkezdek bábozni a lábam, és látja, hogy ott vagyok. És akkor kimegy. Volt olyan múltkor, annyira akart már takarítani délután 2-kor, hogy bejött. És így bágoztam a lábam a jobbra-balra, és nem ment ki. És mondta, hogy feküdjek nyugodtan, ő kitakarít. És így nyakig állik felhúzva, tök mesztelenül a paplanra így feküdtem. Hát mondom, azért lehet, hogy fölkapnék valamit. Mondta, hogy neki ezt a szobát ki kell takarítani. Mert hogy végzett a műszakkal, és akkor már csak holnap tudja, vagy igen. Most kitakarítja, vagy sehogy. Mert hogyha elmegy, hagyod elmenni, akkor szinte üzembiztosan nem lesz befejezve a meló. Akkor nem lesz húzat a párnádon, nem lesz húzat az ágyadon, nem lesznek lecserélve a törölközök, ha hagyod elmenni. Nekem is már volt ilyen. Jött, és benyitott az ajtón, mert éppen, hogy hívják, nyújtottam egy kicsit, így sportolás után, és akkor nem hallotta, hogy mondtam, hogy... Vagy nem értette. Azt mondta, bejött, vagy nem értette. Igen, nem értette, bejött, és így megjárdott. Oh, sorry. És akkor mondom, nem, come on, let's go, hamar. Takarítsak. Ó, ugye nem nyomsz ilyeneket. Nyugtass meg, hogy nem nyomsz ilyeneket, hogy come on, let's go, hamar. Ugye nem nyomsz ilyeneket. De azt hittem, a hangok alapján aztán beadott egy guriga WC papír. Hallom, nagy a baj. Beadok egy guriga WC papír. Na mindegy, hát ha tudja valaki, hogy ebben mi a racionalitás, nyilván ennek megvan az oka, tehát tényleg van egy előkészítő takarítás, de hogy 2-2,5 óra miért telik el? Ami nem baj, mert az ember lemegy, iszik valamit, csak hülyén minden nap tologatom az ágyat, minden nap megágyazok magamnak, aztán amikor délután elindulunk, akkor utána nagyon helyesen bejön és megcsinálja. De az észszerűséget nem tudtam ebben megtalálni. Külön törölközös. Aha. Húha. Az mondjuk menő. Azt a mindenségét, csak specialisták vannak a szállodában. Külön törölközös. Igen, egyébként tényleg külön ember hozzá egy törölközőt, de az nem baj. Szóval ebben nincs semmi racionalitás, nem? Semmi az égvilágon, és mostanában azt csinálják, hogy mindig valami kimarad. Tehát ha vagy a tusfürdő marad le, vagy a szemetesből a nejlon, de hogy mindig valami következetesen hiányzik. Szerintem úgy spórolnak, hogy van egy ilyen vetésforgó, hogy így körbe menek. Jó, akkor ma ezt nem rakjuk be, ma nem rakunk be testápolót, de holnap rakunk be, viszont holnap nem. Nekem azt adják, nekem az nem tűnik el. Nekem, képzeljétek el, nem. Miért nincs testápolód, nincs tusfürdőd? Nincs. Nincs hát illetve, nincsen. Hát számítottam rá, hogy lesz egyrészt, másrészt meg takarékos is vagyok, de képzeljétek el, hogy amikor viszont fél van már csak hátra, akkor megnézi és elviszi. Nem várja meg, hogy kiürüljön, hanem felbontottad, akkor az már üres. Nagyon ravaszak egyébként. Arra is rájöttek, hogy ugye minden takarítás után járt egy tábla csoki. És rájöttek, hogy hosszú ideje vagyunk itt, és járt egy fél literes víz a fürdőszobába, csoki az éjjeli szekrényre. És rájöttek, hogy ezek tök mindegy, ezek itt vannak majdnem 2 hónapig, menjenek a francba, nem adunk nekik, mi nem csokit, és hogyha 3 hete eltűntek a csokik. Eltűntek a goodnight csokik. Igen, rájöttek, hogy nem kell, úgyis maradnak, úgyis jól fizetnek, nem kell neki, nekem már nincs vizem, nincs csoki, csak minden második napok kapok törölközőt, tehát rafkósak azért. Ilyenkor mindig a sötétítő be volt húzva, az ágy nagyon szépen bevetve, de a széle egy picit felhajtva, és akkor oda helyezve a csoki, és akkor egy ilyen kis kártya is volt mellé rakva. Na, aztán nincs. Észrevették nálam, azt nem tudom, hogy nálad mi lehetett az oka, valószínűleg ez, hogy ugye kiszúrták, hogy már hetek óta itt vagyunk, és nem is fogyasztod el a csokinak nagy részét, én meg ugye spejzlok, nálam van egy pár élelmiszer, így berak a tartós élelmiszer. Igen. Igen. És amikor volt már 4 kiló csoki, akkor rohadj meg. Meg se eszed. Na jó, de nekem miért nem adnak? Nekem én megettem minden, amit örültem neki. És most már vizet se adnak. Rájöttek, tudod, hogy na, igen. Hülyek, úgyse mennek, úgyse tudnak nem elmenni. Nem mennek ezek sehol, nem kell őket itt tartani. Housekeeping!
Most megvárom az egyiket mesztelenül. Hát hallottam. Jó, nyiss neki úgy ajtót, az óriási lenne. Most kinyitom mesztelenül. Feküdtem az ágyamba, báboztam a lábammal, és bejön, hogy neki ezt a szobát most mindenképpen ki kell takarítani, akkor fel fogok kelni mesztelenül. Nagyon fura volt, ott lazítottam ott a padlószín, egyszer csak asztalon Balázs szólja felől. Ruha le, gyere be! Come on be, igen, minden szépen 60 éves fekete takarítónő. Mit ajánljon fel az ember, ha nem önmagát 60 éves takarítónőknek, igen. Na, olvastátok ezt a kis nócis ügyet, ami most címlapokon van a bulvár sajtóban? Hát beszéljünk róla három mondatot, aztán majd egy picit elkanyarodunk a témáról, és más vizekre vezünk idézőjelesen, mert ugye hamisítás lesz a témánk. Már mindenki szépen lassan kezdhet gondolkodni a gyerekkorában, felnőtt korában, szülőként, a gyereknek, vagy éppen saját magának mit hamisított. Ez a nóci, ez egy rafkós csaj, gyerekek. Én arra jöttem rá, elolvastam most az egyik bulvárlap cikkét, ezt hajnalban tették fel. És ő ugye, ha valaki esetleg nem tudná, a Való Világ egykori műsorvezetője volt, jó régen csinálta ő a Való Világot, még a Stollal együtt indultak, aztán Nóci kiesett, jött a Lilú, Stoll is kiesett, ahogy változott a dolog, de Nóci ott tűnt föl, ott lett igazából országosan ismert. Úgy hívták sokáig, csak hogy Amel. Csak így mondom, ha valaki nem emlékezne rá. Igen? Igen. Elég véremben volt. Hát így a... Amel. Aha. Igen. Nem, majd most Nócinak hívom. Jó, maradjál szerintem is. Annál csak mondom, igen, Amel, igen. És képzeljétek, mit csinál. Amel. Na, és Nóci egyébként rafkós kis csaj, mert hogy azt írja a mai bulvárlap, hogy ugye ittas vezetés miatt neki bevonták a jogosítványát. Ez már ugye ügy, ebből ügy lett, nem is tudom, hogy mit kapott pontosan, de hogy ezt megtárgyalták, de megpróbálta kijátszani a törvényt, és egy ügyesnek tűnő trükkel új vezetői engedélyt próbált csináltatni magának. És hihetetlen dolog, nekem nem jutott volna eszembe egyébként, hogy ezt így meg lehet csinálni. Most éppen magánokirat hamisítás vétsége miatt nyújtottak be vádiratot ellene, és azt csinálta, hogy őt 2012. december 8-án kapták el Budapesten az M0-ás autópályán, abból tényleg egyébként emlékeztetek rá, elég nagy ügy lett, hogy részegen kiszállt, egyik sávból ment a másikba, valamilyen magánéleti válsága volt szegénynek. Hát és aztán fogyasztott. És aztán fogyasztott, nyilván ez elítélendő, és ez abszolút nem helyes. A magánéleti válság az nyilván sajnálatos. És pár nappal később, miután bevonták a vezetői engedélyét, ő december 17-én elment a járási hivatal okmányirodájába, a Hajdú-Bihar megyei járási hivatal okmányirodájába, ahol azt mondta, hogy elvesztette a jogosítványát. Hmm. Értitek a csavart? Okos. Hát kiment a fejéből. És mivel ilyen hamar nem került be a rendszerbe, ugye az, hogy tulajdonképpen neki elvették a jogosítványát, vagy hogy napokkal korábban bevonták az ő jogosítványát, az okmányiroda kiállított neki egy idéglenes vezetői engedélyt. De ugye hát erre nyilván a törvények szerint már nem lehetett volna lehetőség. Nóci azonban ezt megpróbálta. És január 14-én ő át is vette a vezetői engedélyt. Uh-huh. Mert ugye a rendszerben nem volt benne, vagy nem került bele olyan gyorsan, hogy neki elvették az előzőt. És aztán kiderült, hogy a számítógépes rendszer egyébként közben jelezte, hogy Nócinak bevonták a jogosítványát, és... nem adta át az új jogosítványt a rendőröknek, mire a rendőrök házkutatást tartottak nála, és hát megtalálták a jogosítványát. Hát lassúnak találta szerintem az ügymenetet egy picit. És lehet, hogy kiment a fejéből, hogy neki ez most nem jár egy darabig vissza. Igen, de aztán kiderült, hogy május végén szétvágta a jogosítványt, kidobta, ezért a hivatalos okmány megsemmisítése miatt még külön büntető eljárás is indult állítólagosan ellene. Tehát megtévesztette az okmányirodát, valótlan nyilatkozott, szerzett új vezetői engedélyt, tehát mind, ugye, hát ez mind halmozott a dolog. Úgyhogy aztán Nócit nyilatkozik, hogy igen, így történt, de nem hamisította magánokiratot. Aha. Azonban a részletekről nem szeretnék bővelben nyilatkozni az eljárás végéig. Hát ha milyen cseles? Milyen cseles ez a Nóci? Nagyon ügyes. Most itt valószínűleg az lehet, hogy az első, a rendes jogosítványt ittas vezetésért vették el. Ugye így szólt a hír. Na most, ha annyira be volt karmolva a Nóci, bár azért nem hiszem, hát úgy csak nem ült autóba, hogy hazaért, lefeküdt aludni, másnap reggel fölkelt, és nem volt meg a jogsia, de nem emlékezett arra, ennyi, hogy elvették, hanem azt vélelmezte ő maga, hogy ő elvesztette tegnap este a jogosítványát, tehát ez a drága lány, ez semmilyen hibát nem követett el, semmilyen bűnt, szerintem. Én ezzel érvelnék, szerintetek megállja a helyét?
Igen, igen, többé-kevésbé, vagy úgy érezhette, hogy gyakorlatilag akkor már az ő bűne elévült, szenvedett eleget, úgyhogy december 8-a és január 14-e között ő éppen elég könnyet ívott meg emiatt az eset miatt. Január 14-én már járt neki az új jogosítvány szerint. Hát január 14-én ő már átvette, igen, ugye december 8-án vették el itt a sem. Ő azt is beleszámolta. És a december 17-én elment. Tehát december 8-án vették el, azért várt 10 napot, és talán december 17-én elment a Belecskei járási hivatal okmányirodájába, és ott bejelentette, hogy elvesztette. Viszont akkor miért várt 10 napot majdnem? Hát, hogy tehát, hogyha nekem 8-án elveszik, akkor 17-én megyek be, pont addigra belekerülhet a rendszerbe. Szenvedett annyit a bűneiért, érte? Meg arra gondolt, hogy hát, ha valaki visszaküldi neki mégis. Tehát még se vették el, hanem tényleg elvesztette, akkor hát, ha valaki megtalálja. Mert amikor bemész, igen, egyébként, hogyha ilyen esetben, ha ténylegesen elveszíted a papírjaidat, nekem volt egy ismerősöm így, és másnap bement, és mondták neki, hogy pár napot várjon vele, mert hát, ha valaki megtalálja, és visszajuttatja a címére, és akkor nincs ez az egész hercehurca, hogy újra kell csinálni. Tehát valószínűleg Nóci ezt kivárta, hogy hát, ha valaki visszaküldi neki a jogosítványát, nem küldték, bement, és kért egy ideigleneset. Mondjuk azért az is megérne egy misét, hogy egy elvett jogosítvány, pontosabban a jogosítvány elkobzásnak vagy elvételének a ténye miért nem kerül be rögtön a rendszerbe. Tehát, hogy mi kell ehhez. Tehát nem az van, hogy akkor bemennek a rendéberőre és azt mondják, hogy na, akkor ma volt két elvett jogosítvány, itt van, kérem szépen, iktassák akkor szépen. Hozzák az írógépet. Aha, oszta ennyi. Na valószínűleg ezért nem kerül be rögtön. Nem, hát gondolom a rendőrség az elveszi. Pontos ég. Utána az... bemegy az adott kapitányságra. Az adott kapitányságról bemegy, mondjuk az első kerületi rendőrkapitányság. Az első kerületi rendőrkapitányság kiküldi mondjuk a járáshivatalnak, vagy az okmányirodának. Az okmányirodába mire azt iktatják postafordultával, tehát hogy az, ugye postán küldik ezeket bármilyen igen. Fura sokszor egyébként, mire odér a posta, a posta elküldi, első kerület elküldi, mit tudom, na, érdi járási hivatalnak átküldik X-re, tehát hogy ezek ilyen postafordultával csomagokat kapnak, és úgy kapják ezeket meg. De én nem nyilván van egy központi rendszer is, de hogy közben még postáznak, hát amikor nekem ugye, baj volt a jogsimmal, vagy nem is tudom, elvették, és kiderült, hogy valahogy 100 halombattára került, hát az is másfél hónapig nyomoztam a saját jogosítványom után. Ami kiderült egyébként, hogy valamiért elküldték 100 halombattára. Hát azért azt mit üldözgetnek? Hát ott van rajta egy szám, és akkor azt a számot éppen lőjék le, írják be, akármi. Jelezzék egy számítógépes rendszerben. Iktatni kell, először erről egy hivatalos dokumentum születik, aha. Azt elküldik valahova. Ott a Gizikev, postás felül igen, a bicikliére. Ott Gizikev kinyitja, jaj, hát ez a szegény Nóci arrébb teszi, aztán beüti a gépbe majd valamikor. Hát lassan, szépen lassan építkeznek. Igen. Jó, természetesen nyilván abszolút elítéljük ezt a dolgot, a hamisítást is, és hogy Nóci ezt csinálta. Szegénynek nem szegény, én a magánéleti válságra mondtam természetesen, azért, mert ilyet csinált, azért az nem. Ez abszolút elítélendő, és ezt nem is támogatjuk. Viszont azon érdemes elgondolkodni, hogy ki mit hamisított már, hiszen gyermekkorunkban szüleink hamisíthattak nekünk ebédjegyet, mondjuk azt mi is hamisítottunk. Ugye rengetegen kerültek nyelvvizsga botrányba, és hamisítottak maguknak nyelvvizsgát. Szerintem emberek százai próbáltak már meg bérlet szelvényt valamilyen utomódon hamisítani maguknak. Vagy étkezési utalványt lefénymásolni. Vagy ebédjegyet. Úgyhogy turkáljunk kicsit a hallgatóink lelkiismeretében, hogy ki mit próbált már hamisítani, és mekkora sikerrel járt. Bevetette, nem vetette, működött a dolog, hamis bérletszelvény járt. Én nem egy helyről hallom például, hogy hamisítják a bérletszelvényeket, fénymásolják, fölmutatod egy pillanatra, és igazából nem is biztos, hogy mindig kiszúrják. Tudom, ti mindannyian a becsület jó, példaképei vagy, amit nem csináltok. Nem is akarlak ilyen irányba vinni benneteket, mert nem, egy sztorit se hallanánk. De hát, ha van olyan hallgató, aki azért a gyerekének hamisított, magának iratta alá az intőt, hát hány érteke, vagy hány, mit tudom, mik voltak ezek az iskolában? Igazgatói intőt. Ellenőrzőt írtunk mi alá a saját szüleink aláírásával. Mindenféle intőt, meg mindent. Hát az ember gyerekkorában nem csinál más, csak hamisít. Igen, akkor jár jól az ember, vagy akkor járt jól az ember annak idején, hogyha a szülei csak egy szignóval elintézték, mert sok dolguk volt, meg már uncsi volt egy kicsit így fél évtől kezdve, és csak annyit írni, hogy mi-é. Érted? Beírt egy betűt, meg vagy két betűt, és akkor végén pedig egy kis ékezetes csókolom. Nálunk nagyon könnyű volt, de mi persze természetesen soha nem csináltál ilyet, gondoltam. Csak hetente kétszer.
Bérletszelvényt lehetett? Vagy lehet, hogy egyszer lefénymásolod és azt rakod be? Akkor még? Most hát akkor még inkább az volt, hogy ilyen vetősforgószerűen mindig körbe mentek a bérletek, tehát amíg ezt meg lehetett csinálni, ezt nagyon sokan művelték, bevallom őszintén, és zsengő fiatal koromban én is, és akkor még volt ugye rá lehetőség, hogy beírtál egy számot, pláne amikor már bejöttek ezek a nagyon jó minőségű mindenféle ilyen kis filztollak, amikenek le lehetett radírozni egyébként, vagy tollak, vagy ceruzák, stb. Mi annak idején inkább egy tintaceruzában hittünk, mert hogy az tollszerű volt az írása, de valójában ez egy ceruza volt, és ez is eltüntethető volt valamilyen formában, de mostanra meg már annyira könnyű lenne, annyi ilyen eszközt lehet kapni, csak most meg megváltoztatták ugye a bérletnek a formátumát. De ellenőrzi azt például valaki? Tehát ha én fölmutatod, simán átmész. Hát emlékezzetek erre, csináltunk egy tesztet is, a Lacival voltunk kint mi ketten, és a Lacinak a bérletét, még a fényképet se cseréltük ki benne. Tehát én a Laci fényképével van köztünk egy különbség mindenben, súlyban, magasságban, arcban, és én a Laci bérletét így fölmutattam, és simán besétáltam a itt lent nálunk az aluljáróba. Tehát a metróba. Igen, felépés kérdése. És senki nem vette észre. Senki. Tehát ha figyelj, ha te most elkérded a Jani bérletét, ha hazajössz, még úgy is, hogy jelentős különbség van a hajatok között, egy színes fénymásolatot lenyomsz, akkor úgy mész át vele, mint a sit. Szerintem. Én azt gondolom, hogy azért Balázs elég feltűnő jelenség lenne a Népliget. Hát jó, most nyilván azért, mert őt ismerik, az tudod, más. Leválna a közegről. Úristen, mit keresik? Annyira nem BKV-zik, igen. Ritkán, hál' Isten, ritkán kell járnom. Na, kérdezzük meg akkor hallgatóinkat. Amellett természetesen, hogy ha bárki bármit komolyan hamisít, az nyilván bűncselekménynek is számíthat akár, és ettől remélem, Feri, a te nevedben is mondhatom, hogy maximálisan elhatárolódunk. De nem határolódom el. Én látom a zsiványságot a Feri arcán. Mi mindig igen. Hamisítunk. Nézd az arcát, ez állandóan zavarosba halászik. Ettől abszolút elhatárolódunk, viszont maga a hír, és az, hogy Nóci egy közszereplő, és ravasz módon az okmányirodát is átejtve próbál jogosítványt hamisítani, egészen ügyesen, tegyük hozzá, és az ügyesen idézőjeles, mert hogy közben az emberek nem jutna eszébe, miután elvették a jogsiját, hogy behaladjon egy okmányirodába, és azt mondja, hogy elveszítette. Szóval ravasz módon. A hír vicces, idézőjelesen persze, és ezért is foglalkozunk vele, és kérdezzük meg hallgatóinkat, hogy egy kicsit könnyítsenek, hát hogy is mondjam, feketére színeződött lelkiismeretükön, és mondják el, hogy ők mivel próbálkoztak már, mit hamisítottak. Jó, bizony. A gyereknek, vagy saját maguknak, vagy diákkorukban, vagy felnőttként. De azért azt sövessük el azt a teóriát sem, hogy Nóci lehet, hogy tényleg csak arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az igazságszolgáltatás malmai mennyire lassan őrölnek. Nyilván. Egyfajta kandi kamerás dolgot forgatott ezzel. Így van. Igen, és most a hiányosságokra felhívta a figyelmet. Na, nézzük akkor, jó, hogy ki mit hamisított már. Ebbe tényleg az utolsó jelenléti ív. Aláírása is szerepelhet bármi tulajdonképpen. SMS számunk változatlan 06. 70! 70! Nagyon jó, ezt is szinkronizáltátok. 645 0 0 0 0. Jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, szép reggelt mindenkinek. A Nócival foglalkoztunk, és az okirat hamisítási ügyével, mert hogy hát megpróbált ügyeskedni, és hamis jogsival bukott le, ugye neki elvették a jogosítványát. December 8-án ittosan vezette az autóját, ő pedig december 17-én elment a járási hivatalba, és csináltatott magának új jogosítványt, aztán lebukott. Tehát a jog szerint nem volt érvényes. Többszörösen bajba került. Hát nem volt érvényes, igen, mert elvették ugye neki, és aztán próbált újat csináltatni, de hát ha bevonják a jogsidat, mert ittosan vezetsz, akkor utána azért 10 napra rá nem nagyon működik, hogy az okmányirodába csinálja egy újat. És arról beszélgettük, hogy ki mit hamisított vár életében, szülőként, gyerekként, ugye nyilván ellenőrző, stb. Felnőttként a munkahelye, nagyon érdekes SMS-ek vannak, szemezgetek belőle, régi típusú diákigazolvány Beckham fotójával. Ez csibész, ez jó, ezt szeretem. Igen, régi típusú diákigazolvány Beckham fotójával, kamunévvel címmel, 10 éven keresztül használtam, soha nem buktam le. Így egy hallgatónk. A férjem már nyugdíjas, és igazolással kedvezményesen jár gyógyfürdőbe, én lefénymásoltam a másolatát, lefestettem, átírtam a nevemre, és kamuszámokat írtam a nyugdíjas törzszámokhoz. Újra fénymásoltam, és ezzel jártam 3 évig fürödni. Óriási. Ha kérték az eredetit, azt mondtam, hogy gondolja át, hogy nem hordom magamnál, hát az egy fontos okirat, azt kimélni kell, ezért csak a másolatát hordom. Mindig bejött, bármelyik fürdőbe bemehettem. Még a barátnőmnek is csináltuk egy zsóka küldte nekünk. Zsivány. Szörnyű ország, mindenki hamisít. Kine hinne egy kedves nyugdíjasnak. Igen.
Srácok, itt az alpolgármesternek is hamis érettségi bizonyítványa van. Onnan tudom, hogy mit csináltuk neki. Egy hallgató nem írta alá, nem írta meg, hogy hol. Én már hamisítottam általános iskolában távolsági buszbérletet, kajajegyet a menzára és fekete-fehér fénymásolóval pénzt a Monopolyhoz. Ahhoz mennyire elszállnak kell lenni, hogy a Monopolyhoz. Nagyon nyerni akar. Vérre menő partik mehetnek. Szól Berenzon írta nekünk. Ó, Szól Berenzon, milyen jó neved van. Te is Homeland rajongó vagy. Gangsta Zoli és a Kártel autogramokat hamisítottam egy poszterre, majd 2000 forintért eladtam egy csapattársamnak. Ez 14 éve volt, és még mindig féltve őrzi a relikviát. Szegény. Az milyen? Az milyen? Azt mondja, hogy barátnőm középiskolában hamisított MÁV késés igazolást, így büntetlenül késett minden nap a suliból. Ezt sokan csinálták. Uh-huh. Ez a MÁV késés igazolás, szerintem ez sokan csinálták. Ez szerintem nem hamisítás. Az én megítélésem alapján ez nem. Én azt gondolom, jó, de akkor még pontosan járt a MÁV, érted? Sok ki nem állított MÁV késés igazolvány van bent, még a tárban azokat mind ki kéne állítani, hogyha utolérni magát a MÁV ebben a tekintetben, akkor azt gondolom, hogy még addig eltelhet még egy pár év. Hát igen, valaki csak annyit írt, bort, sok felkiáltó hát, jelen. Se aláírás, se nincs, bort. De mindent értünk. De minden, tabletta, minden tabletta. Olajt. Én olyan orvosi igazolást csináltam, hogy még a doki is azt hitte, hogy az ő pecsétje van rajta az igazoláson. Radírból faragtam ki, ezt Szatyi küldte nekünk. Uh-huh. Nagy klasszikus. Igen, ott is volt egy elszántság. Radírból. A pecsétet? Magát igen, radírból csinálod? Radírból nagyon jól ki lehetett faragni. Hát volt, aki vittem, még krumplival is próbálkozott, de a radír azért az egy picit profibb megoldás volt, és nagyon-nagyon szép kis pecséteket lehetett fal. Én is, de az enyémen kis vasút volt, meg. És azonnal lebuktál, mi? Kis autóm. Egész Európát bejártuk hamisított vonatjeggyel, volt egy legenda, hogy ez valakinek egy sima televízió garanciajeggyel is sikerült. Azért az szép, televízió garanciajeggyel, az nagyon szép. Gyerekként vagy 30 darab egyes csavítottam át nagyon buta módon négyesekre. Anyám meglátta, lapozott egyet, aztán akkora pofont levert, hogy azóta se találom a bal szemem. Igen, ez az egyes négyese való javítás, ezzel sokan próbálkoztak mi is. Tehát ugye az egyes megvolt, csak húztál visszintesen egy vonal. És négy, igen. És ott volt a négyes. Picit zavaró volt, hogy egyébként korábban egyetlen négyes sem írtak ebben a formában bele az ellenőrzőbe, de... Teljesen máshogy írtak, igen. Gyerekkoromban a Veresi strandra bérleten dátumot javítottunk át a tesóimmal, beengedtek. A napokban a kezembe került röpke 20 év után, és messziről visít, hogy átírtuk. Ezt annak küldte nekünk. Lehet, hogy ott jó indulatú volt az ellenőrző ember. Nem hiszem, szerintem nem gondoltak rá. Nem. Tehát akkor egyszer nem volt ez a fajta csibészség. Picit rutinszerűek ezek az ellenőrzések, tényleg. Igen. Erre lehet, hogy emlékeztek, én erre nem emlékszem. A 80-as években a vonaton a gyors és a személy között csak a dátum színe volt eltérő. Így átszíneztük pirosra, és így alapáron utazhattunk az első osztályon, vagy gyorson, vagy akár a személyvonaton, ha akartunk, egyetemisták voltunk. De ez valami rémlik. Igen, a dátum volt más igen, szín, és igen. Akkor attól függ, hogy hova szálltál föl, vagy hova szólt a jegyed? Igen. Hát, hogy személyel vagy gyorsan, mi indultál el az úticelőt felé, ez már vagy a gyorsamból az első osztály, és föl tudtál ülni. Igen, és ugye nem kellett helyet, tehát gyakorlatilag akár még be is nyalhatta a kalauz. Mi orvosi pecsétet csináltatunk középiskolában dr. Pap Éva névre. A barátnőm a házi orvosától szerzett üres igazolást. Na most én időközben megnéztem igen? Az orvosi pecsétet, ugye van a kehely a kígyóval a középen, fölírva a név, és kell egy orvosi szám rá. Hát még a kehely kifaragása a kígyóval még hagyján János, de ha te nekem egy ilyen radírgumiba belevése, vagy belefaragsz bármilyen orvosi nevet, hát minden tiszteletem a tiéd. Az nagyon kemény igen. Meló. Hát az jó, valami ott kellett, hogy látszódjon, ezek általában elmosódtak. Tehát a doktor látszott, valamilyen Éva, vagy mit tudom én, kiskört. Jó azt volt, ez meg lehetett oldani. Festőművész vagyok, újabban a saját képeimet hamisítom. Miért? Mert már senki nem veszi meg az eredetit. Víg Attila képeket, mert drágák. Üdv Víg Attila. Oké, köszönjük szépen. Egyébként ez nagyon van jó. Egy hamis Víg Attilád eredetileg Víg Attilától? Hát azért ez milyen? Hát nem hamisíthatod saját magad, hiszen azt te csináltad. Annyira jó, Attila. Hogy már saját magát is hamisítja. Lemész az utcára, és kérdez, hamis Víg Attila képet? Pilláron. Eredeti kell a francot. Eredeti? Nagyon drága, így se vennék, viszont van. Van hamisítvány. Ez milyen jól néz ki, igen.
A régi típusú diákigazolvány Beckham fotójával azt nagyon, az nagyon szeretem. Főleg, hogy nem derült, hogy nő vagy férfi írta az SMS. Tehát még a nő volt, akkor meg pláne le a kalapon. Szeptembertől decemberig használtam egy bérletet. Az elejét letakartam az ujjammal, mikor felmutattam, mert hogy a vége ugyanaz. Tényleg. A szelvének? Teljesen jó. Aha. Igen. Igen. És kis ujjacska el, akit akarta. Igen, szeptembertől decemberig, igen. Volt egyszer egy rádiós kolléganőnk, ő volt ez a nagy, három évig ugyanazzal a havi bérlettel járt, és számon kérte, ha meg kellett mutatni. Bizony, bizony, iszonyat. Hát látszott egyébként rajta, hogy nem érdemes megállítani, illetve nem kell inkább megállítani, mert hogy hihetetlen patáliát fog csapni, és tényleg. Igen. És még kikérte magának. Apám hamisította nekem a sztárok aláírását. Tudtam, hogy kamu, ezért eladtam őket. Egyszer az egyik vevő szólt, hogy a Ronaldo nem hosszú. Az milyen nyomorult, az milyen nyomorult. Atya úristen. Az nagyon szép. A feleségemnek szakács bizonyítványt hamisítottam osztrák munkavállalási engedélyhez. Milyen ravaszak a hallgatóink, nem? Szakács bizonyítványt hamisítasz, hogy Ausztriába tudjál munkát vállalni. Igen. Na, hát ezek jöttek nagyjából, igazából. De természetesen minden egyes ilyen esettől maximálisan elhatárolódunk, elítéljük, azt értékeljük, hogy így ide járultatok szépen a gyontatószékhez, ezt elmondtátok, bevallottátok, és hogy megbántátok, de minden ilyen esetet maximálisan elítélünk. És soha, de soha többet ne csináljatok. És nem támogatjátok, szégyeljétek magatokat, utólag is, és én is. Így van. Na. Játszunk! Itt van a játékosunk, Óven bácsival és Beru nénivel, játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, szia Balis, Jani, szia Feri. Hello! Szia. Hello, Béla, hello Béla, honnan hívsz minket? Én Budapestről. Budapestről mit csinálsz? Hát én buszsofőrködöm. Most is éppen dolgozol? Igen, fonnyítom, szukom az ajtókat. Na, hol vagy helyileg most? Hát helyileg itt a Osztyapenko környékén. Uh-huh. Olyan dugóval, hogy nem lehet megmozdulni. Osztyapenko környékén, akkor Budaörsre jársz ki ott a Budaörsi úton? Vagy hát arra mehet, gondolom, igen, ugye? Igen. Aha. Na, de akkor te se vagy már egy mai bútor darab. Nem, pont Osztyapenkozol. Jani, annyi vagyok, de vagyok pedig. Tök jó, rögtön kiderül, ha valaki Steinmetz kapitányozik, vagy Osztyapenkózik. Igen, az Osztyapenkót már a most mai fiatalok már nem hát értik. Hát nem tudom elfelejteni. Amikor integetett nekem kifele, befele. Te visszaintegettél. Én csak néztem. Tisztelektem. Igen. Tisztelektem, hogy ennyi sok. Igen. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Közben mondjad, hogy milyen megálló jön, hol tartasz, mi történik a buszon, hányan vannak. Tehát minden érdekel minket. Na, látod? Igen. Ők pedig metrót vezetnek. Bizony. Hát vagy a kamu bérlettel most próbálnak feljutni rá. Igen. Mutatjuk, mit érdekelnek, figyelj. Jó. Kérhetném még egyszer? Hogy ne, figyelj. Ez nem vagyok, ugye? Hol tartasz, mi történik a buszon közben? Hát most több köbméter ember száll föl le, hatalmas dugóval. Tényleg? Állsz a megállóban? Nem, most indultam ebben a percben. Nem tudod kiadni nekik a rádiót, hogy az utastérben szóljon az Óven bácsi, és akkor hát, ha valaki megfejti? Hát sajnos itt teljesen be vannak depressziósodva itt az emberek, tehát itt ez nem... Miért nem hallgatnak minket? De ha akarnál, te tudnál nekik zenét bejátszani? Hát azt mondom, ez a buszban nem hiszem. Ez nem tudnám így kiakosítani. De be tudsz szólni nekik a mikrofonba? Hát az a baj, nagyon keményen ég a fejem. Aha. Mi szégyelős? Egy szégyelős buszsofőr. Én nem ők szégyelős, csak minden épp fejelek. Ja, az igaz. Akkor várjál, fordítsuk meg, ha valaki van most a buszon, akinek fülhallgató van a fejében, és hallgat bennünket ezen a buszjáraton. Igen, az Osztyapenko környékén, akkor kopogjál be, hogy te tudod, vagy nem tudod a megfejtést. Hát ha. Megmutatjuk addig még egyszer, figyelj. Na, jön valaki? Pedig nagyon kopogott ismerni ezeket, és nem. Kopogott valaki? Nem. Kivesszük a bögrét, jön egy hosszabb részlet, figyelj.
Nem? Meghallod az eredetit, jajgatni fogsz. Figyelj, ez lett volna. Ismered? Ismered, de nincs szerint azokat nem tudom. Igen. Ez a Maroon 5. Igen. Ez a Moves Like a Jagger. Nem tudtam megmondani, mi a címe, de ismertem. Aha, tehát, hogy beugrott. Igen. Hát sajnálom, jöhetett volna valaki segíteni. Csak... Hát senki. Mindegy. Senki. Béla, nagyon köszi a játékot, jó munkát neked, vigyázz az utasokra. Hello. Ciao. Szia. Hello. Ennyire jó az, hogy buszról telefonálni. Nem, benne van a headset, tehát csörög egyet, felhív. Igen. Reméljük azért a BKK-nál is értékelik majd ezt a húzást, illetve nem lesz belőle baj. Ők azért ezt elég szigorúan veszik. 3 perc van pontosan, 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 11 perccel, szép reggelt mindenkinek. Tele vagyunk friss közlekedési hírekkel, zajlik az élet Magyarországon. Maglódi út befelé kakuk. Ez jó, márhogy nem jó, de hogy maga az SMS. Raúl González küldte nekünk, köszönjük szépen. A 4-esen Albert Irsa, Pilis útvonalon egy cirkuszos konvoj miatt óriási torlódás, körülbelül 50-en lehet csak haladni, írta nekünk Süsü. Az M35-ösön Pest felé vaddisznókat lövöldöztek. Akkor ez arra vonatkozik, amit reggel olvastunk, hogy ugye aki beszaladtak az M35-ösre, most már szegényeket le is lövöldözik. Úgyhogy ott mindenki menjen óvatosan, mert tényleg sok a vaddisznó. Solymáról nehéz a bejutás, csak úgy, mint Pilisvörösváról, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. A 8-ason Veszprém előtt van egy trafink, egy fehér Skodából, a Veszprém tábla előtt, mindenki vigyázzon. Valamint, azt nézem még, gyerekek, hát nem is olyan sok ez a közlekedés, azt hittem, hogy egy kicsit több. Jött még egy hamisítás, az nagyon helyes. Rendszeresen Supershop kártyával mentem le a metróba. Azért az elég pofátlan. Nem? Ez is elég komoly. Valahonnan ismerős volt nekik. Igen. M35-ösen Pest felé vaddisznókat lövöldöznek. Igen, óriási a dugó Pilisvörösvárig. Áll a sor, most már nagyon-nagyon nehéz a bejutás. Egyre nehezebb a helyzet. Laci küldte nekünk, van egy trafink Nagyvásonyban, szintén fehér Skodából, méghozzá Skoda Fábia, és egy kombi. Ezt Taki küldte nekünk, valamint a Görbeházi pihenőnél az M3-ason rendőrök figyelmik a gyorshajtókat, elbújva a bokor mögé. Ezt Fecó küldte, Fecónak köszönjük szépen. Ez hogy nézhet ki, ez az M35-ösen vaddisznókat lövöldözni? Én még nem lövöldöztem vaddisznókat, meg valószínűleg nem is fogok. Hogy. De M6-oson se? Vagy csak az M35-ösen nem lövöldöztél? A speciálisan az M35-re gondoltam most, de az M6-os, hogy most mondod, hát egy, nem tudom, ilyenkor, ilyenkor figyelj, az a... ilyen zöld ladani vákon, vagy nem tudom, és akkor ugráljam, gyorsan kerítsd, gyorsan tartalítára, de gyorsan, mert már fogyaskuló rettenetesen. Vigyázz, autósok! Ért már ott meg rőzseszülő anyag. Tehát, hogy ez hogy megy? Hát gyakorlatilag ilyenkor az a helyzet, hogyha fölmennek a jószágok, akkor ugye az egyetlen is nagyon sürgős feladat az az, hogy gyorsan leszedjék őket, de most a leszedést azt ténylegesen kell érteni, mert nem tudják kiterelni. Tehát valahol van egy luk, ahol ezek bejöttek, fogalma nincs senkinek, hogy az hol van, azt majd később derítik ki, viszont annyira veszélyes a jószág, hogy muszáj kilőni. És akkor van egy ilyen a vadgazdaságnak, van egy ilyen gyors reagálású hadtestje, akik persze, ott bent egy autópályaszekció. Teáznak, és akkor izétek. Hívjátok Kobra 11-et, igen. És megy az autópályaszekció, igen. Hát mindjárt fölhívjuk a hallgatót, Anna bepirosoztam. Milla gyorsan hőt is fel a kábét, az meg ma akcióval. Istenem, tartalítára is szükség lesz, jaj! A hallgató elmondja, hogy mit látott. Ez egy érdekes kérdés, igen, hát azt látja sok ilyen az ember, hogy nincs is minden autópálya mellett kerítés. Tehát ezek az állatok be tudnak menni. Most azért tényleg egy ilyen vaddisznót 130-al azért veszélyes. Ugye elkapsz.
nagyon veszélyes. Maga is nem tudom már mekkora egy vaddisznó, 100 kiló, 200 kiló. Ilyen nagyobb kan azért az van, van annyi. Az csúnya, ott az nyílik a légzsák. Bizony. Csúnya károkat tud okozni. Valószínű, hogy megállnak a leállósában, és egyszerűen kilövik őket, uh-huh. nem? Vagy szólnak, hogy vigyázat, itt most vadászat van? Hát ez az, akkor A-tól B-ig, mit tudom én, 2 kilométer között, vagy 2 kilométer között így leállítják a forgalmat, kiraknak egy ilyen útorlaszt, vagy mit tudom én, keresztbe áll egy izé, egy másik zöld níva, vagy mit tudom én, rendőrségi autó, és akkor mondják, hogy elnézést, kanyar mögött, pif-puf, dirdur, csicsat. Bum-bum. Finish. Nem tudom, hogy ez hogy zajlik. Na, hívja az Anna? Hívja a tárcsáztár, már itt is van a hallgató. Zoli. Hello, Zoli, jó reggelt! Zoli, szia, jó reggelt! Hello, Zoli. Na, mit szia. Láttál? Csak azon filózunk, hogy tényleg hogy lőnek autópályán vaddisznókat, hogy te ott mentél el mellett, és láttad, hogy... Nem lőttek már, hanem volt két elpusztult vaddisznó, az M35-ös öntest felé. Uh-huh. Azt honnan tudod, hogy lelőtték őket? Hát pont a sávban feküdt, tehát a sáv mellett feküdt, és a rendőrök álltak mind a két helyen. Aha. Ja úgy, akkor valószínűleg rendőrök végezték velük is, akkor éppen söprögették össze a töltényhüvelyeket? Igen. Vagy... Töltényhüvelyeket nem söprögették össze, de ott álltak mellette. Úgyhogy nem véletlenül feküdt két dög ott a autópályán szélén kihúzva. Aha. És mit csináltak? Éppen rajta volt az egyiknek a lába a vaddisznót, és pózolt a többi. Fotóz, igen. Biceps pózban fotózkodtak, igen, egy hatalmas sárgánnal a kezüben. Nagyon, nagyon, nagyon kemény. Na, azt hittük, hogy vadászokat láttál esetleg, hogy megállt egy ilyen fehér ladaníva, kiszáll belőle két vadász egy-egy ilyen pávatollal a kalapjába, fölvették a puskát, és nagy csizmával elmasíroztak a vaddisznók irányába. Majd kilőtték őket. Nem volt ilyen látványos, úgyhogy hittük, nem tartunk egy gyanúra. Azt hittük, hogy profikra bízták, hogy tényleg jönnek a kis kalapjukban mellette, ott van a borotva pamacs, és akkor izé ott van a nagy flinta, tárcsöves puska a hátukon, de ezek szerint igen, akkor rendőrök voltak. A pórázán volt egy magyar vizsla, hogyha... Igen, vagy valami kis kotorékem, egy kis tacskó, vagy ilyesmi, hát igen. De a rendőrök ezért értenek? Tehát náluk nincsen az, hogy vannak ilyen rossz beidegződések, hogy állj, vagy lövök. Két figyelmeztető. Zoli, te nem szereted a vaddisznókat, hogy így finoman ledögözted őket, vagy van valami személyes ellentét? Mert hogy nem szeretet volt a hangodban. Megdöglött, úgyhogy... Döglött, igen. Pörköltnek finom. Pörköltnek finom. Na jó, köszi, hogy elmondtad, ciao, hello. Hello, sziasztok. Szia. Mit csinálok ilyenkor egy ilyen vaddisznóval? Hát beviszik az őrs fehés. A vadgazdaság, az az övék. Nem hiszem, hogy igen, vagy bevinnék az őrs, és akkor ma ünnep van. Hát volt ez a mentőszolgálat. Éhesek vagyunk, enni akarunk. Volt ez a mentőszolgálat, akik ugye izét csináltak, elkezdtek disznót vágni a mentőszolgálatnál, az megvan az a cikk, éve foglalkoztunk velük. Nagyon durva volt. Bal oldalon beállt a mentőautó, kivették a levágott disznót. A mentőszolgálaton feldolgozták a disznót, és kiderült, hogy disznóvágásokat tartottak a mentőszolgálaton. Na, emlékeztek. Na, óriási volt. Igen, szépen, de nagyon szépen ki volt. Lemosták slaggal, igen, lelocsolták, ki volt takarítva. Törések, ficamok jobbra, szúrt sebekkel itt balra, de fel is dolgoztunk. Tehát ilyenkor lehetett le, hogy ezt bevigyék az őrse, és ott, ha valaki ért hozzá, akkor kizsigerelje, és megcsinálja egy jó vaddisznópörkölt nekik. Szerintem járna nekik. Hát ők lőtték le, hát ez az ő zsákmányuk. Hát óvtak és védtek. És ezt hova írják be a golyóhiányt, mert ugye nekik el kell számolni a rendőröknek, hogy gyakorlat, azt írod be ilyenkor? Nem, hát vaddisznó kilövés. Hát az éles, ez nem gyakorlat. Kilövés. Vaddisznó kilövés, igen. Hogy mire lőtted el? Persze. És ilyenkor a saját kis az oldalokon található kis pisztollyal? Nem, hát külön felveszik a vaddisznóülő fegyvert a recepció, amikor kimennek az őrse, akkor ez hova mész, Józsi, vaddisznót? Ja. Ó, vidd a vaddisznóülő fegyvert. Azt hittem, hogy az antiohiai szent kézigránatot használják. Hát persze, hát saját fegyverrel odállnak, aztán lelövik. Érted? Hát hogyne, gondolom én. Nem? Uh-huh. Hát mivel lőnék? Sörétes? Visznek egy sörétes puskát? Nagy golyós. Nem kipatintja a pisztolytáskának a kis rögzítő fülét. Így, aztán pedig valaki bejátsza neki az autónak a magnóján. Megjelenik a disznó, és lő. Mi nem húznak autópályát, autópálya mellé? Hát lehet, hogy húztak, csak a vaddisznó ügyes volt, kerítés. És átugrotta, vagy nem tudom, alatt állt. Persze, átrágta magát az acélkerítésen. Az olyan az a vaddisznó, csak úgy átmegy átásott szépen. Átásott alatta. Igen. Vagy átásott alatta, mert tudta, hogy ott igen, nem jó átmenni. A másik oldalt ott vannak a kukoricaföldek, azért ment.
ilyenkor, ha engem elüt egy vaddisznó, mert inkább így fogalmazzunk, mert 136 elütöd, akkor az ő is elüt téged, akkor a biztosító fizet? Ez az én... Az vadkár. Hát az az autópálya kezelőnek a kötelessége azt karban tartani, nem? Vagy leterelni onnan az eltévedt disznókat. Hát abban nem vagyok hibása, megyek az autópályán és elütöm, hiába van ott etetési terület, vagy bármi, nem? Hogyha figyelmeztető tábla ki volt rakva, akkor szerintem nem. Autópálya mellett van figyelmeztető tábla, hát hogy ez a veszély balról? Mit? Pont veszély balról? Az M7-esen van, egyébként az M7-esen van ilyen tábla. Szálvasok balról. Igen? Autópályán nem láttam még nagyon, vagy arra nem emlékszem, hogy autópályán lenne. Autópályán nincsen ilyen tábla. Az nem? M7-esen nem, de szerintem nincs végigkerítés, ez az egyetlen olyan pályánk, ami nem teljesen zárt, én legalábbis úgy emlékszem, és ott mintha lenne ilyen szarvasos cucc. De nektek például sokkal rosszabb, mert ott meg elefánt megy eléd. Na, azzal mit csinálsz? Van olyan táblánk, most csináltunk róla fotót egy héttel ezelőtt, hogy víziló tábla van, meg elefánt tábla. Nem túl szerencsés egyébként, a kis egy-egyes Volkswagen polód azért elé beugrik egy 6000 kilós kis elefánt, az nem biztos, na, ott már tényleg nem működik szolgálati fegyverrel, tehát hogy már, ott már azért masszívabb gulyos fegyverre van szükség. Tartsátok ketten a csövédet, nagyon jön be az a járnak, de! Ezt mondják. Még mindig, hogy így beszélnek a rendőrök. Ez, mi ez a, mert a pánik sztereotípia, hogy így beszél minden rendőr. Ez 30 éve így beszéltek, de már nem így beszél. Jó, hallott, hogy már fel a puskát el kell lőni ezt az állatot. Hát most azért nem így beszélnek a rendőrök. Azért, mert a fiatalok, a modernek, azok, akik mondjuk így ténylegesen mondjuk egy mozognak így, akkor azok nem alkalmasak egy ilyen feladat ellátására. Ez csak az idősek mennek. Ide a tapasztalt, rutinos öreg rókák kellene. Jó napot kívánok, az úti ellenőrzés. Ők mondták így ezt régen, hogy megállt benned egyébként, mikor ezt így elmondták, mert tudtad, hogy itt vagy egészségügyi doboz, vagy izzókészlet, itt valami lesz. Vagy fizetned kell. Hallod, én nem vágom, hogy mit kell csinálni. Szóljunk már Bélának. Oké, szóljunk, gyere. Na, spanom, halló, gyere. Bérem, halló. Béla bácsi, de mi van? Esetetekbe jutottam, vagy mi a jó Isten? És akkor így jönnek össze egymással a különböző generációk. És ha elkezdik kilőni a vaddisznót az autópályán, ez azt jelenti, hogy ugyanakkor, ugyanabban az időben egy üstben elkezdik melegíteni a forró vizet a rendőrkapitányságon, hogy persze, mert vaddisznó pörkölt lesz, Marika! Mert Béla bácsi mondja, hogy üstöt készíts! Mentek a gazsijék lőni, készíts az üstöt! Fát, aprics! És akkor kimegy a tizedes, meg a főtörzs, nem tudom, ezeket a rendfokozatokat, elmennek fát aprítani, alávágnak az üstnek, és elkezdenek 120 liter meleg vizet forralni, hogy húzza a Józsi a disznót, meg kell zsigerelni. És akkor kisigeredik, és megcsinálja? Így van, és mondja Marikának, elmegy mellett, és akkor mondja neki, hogy aztán jó sok paprikával, jó sok magymával, Marikám, igen, egy kufferon van még az a járnak tette. Hát megnyugodjatok, teljes. De így mondja. Bevetlek, mint az ágyon. 100%-osan. Elhatárolódom. A rendőrök ilyen egy lealacsonyítását. Nem, ez csak Béla bácsi a legrutinosabb. Aki ért a vaddisznó kilövésére. Teljes mértékben elhatárolódom. Van egy vadászunk? Mit csinál? Ott volt, lőtt? Rálőttek. Szilveszter, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! És érdekes, nem úgy beszélsz, mint a Jani. Milyen érdekes! De én Béla bácsiról beszéltem, a legrutinosabb, igen, vaddisznókilövő rendőr. Ő Szilveszter a vadász? Így van, nem mindegy egyáltalán. Józsi a főtörzs, az jön Janiból. Béla a főtörzs. Szilveszter, te mit csinálsz itt nálunk az adásban egyébként, hogy Anna berakod, de hogy egy mondatot nem írtod, ahogy te mit akarsz mondani, de nagyon örülünk neked egyébként, csak ha egy mondattal most... több infót kapnék, attak úgy örülnék, hogy Szilveszter vadász. Szia, Szilveszter! Mire vadászol? Hogy szolgál a kedves egészséged? Ez most fordítva történt, mert beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, amikor te őzeket ütöttél el éjszaka kómásan valahonnan buliból hazafele jött. Itt is volt! Na, egész pontosan emlékszel rá. Kihúzzuk ennek a sztorinak a méregfogát, és egyben a holnapi megjelenését a bulvár sajtóban. 20 évvel ezelőtt történt, nem voltam ittas, és egy hajnali, igen, valahonnan jöttünk haza, és egy őz ugrott elém. Tehát az ittasan, bódult állapotban őzet ütöttél, abból körülbelül az igaz, hogy én ültem a volánnál, de köszönöm, Szilveszter, igen. Ha bemennek az állatok az autópályára, akkor azt, mert ugye az autópályán nincs kirakva a vadveszélytábla, objektív okokból, miután kerítés van mind a két oldalon az esetek többségében. Most a vaddisznó az roppant trükkös állat, hogy át akar valahol menni, az át is fog, mert az órával egyszer megemeli a kerítést és áttúrja.
Viszont hát miután közlekedtek ti is autópályán, tudjátok, hogy ez marha veszélyes, ugye egy vadisznó bőven mázsa fölött is lehet, nem a 140-nel. Igen, ezt mi is kihangsúlyoztuk. Igen, hát ez az, ezért mondom, ezért egyébként ezen vagyunk megdöbbenve leginkább, hogy mi a fenét csinálnak ezek az autópályán. Hát ott mész egy ilyen balkanyarba, nem látod be, eléd ugrik ott este, hát azért az komoly károkat tud okozni, sőt, hát komoly balesetet is. Hát igen, az komoly balesetet okoz, tehát őket mindenképp el kell onnan hárítani. Most ez hálóval befogni nem lehet nyilvánvaló. Hát sajnos itt egyetlen módszer marad az, hogy kilövik őket. És akkor rendőr lövi ki, vagy vadász lövi ki? Nem, hát rendőr a 9 millis parával, azt hiszem az van még rendszeresítve, azzal nem igen fogja ezeket lövöldözni, megsebesíti maximum, tehát sebesebben futnak utána. Nem rendes, tehát vadászok vadászpuskával kell, hogy menjenek, és ők egyelik. Oh. Na és kié a disznó ilyenkor, aki lelövi, vagy a rendőröké, akik észrevették? Hát mindenképp a vad az állam tulajdona alapból. Uh-huh. Tehát a vadásztársaságok ugye vadgazdálkodást folytatnak, és amikor kilőnek egy állatot, akkor ők ezt leadják a vad átvevő helyeken, és a húsért ők pénzt fognak kapni. Na de várjál, ha a vad az állam tulajdona, a rendőrség meg ugye állami szerv. Tehát az övék is lehet, nem? Igen, csak a... Egy jó vad pörköltél mindent. Azért minden, csak a rendőrség az nem vadászatra jogosult szerv, az csak a vadásztársaság, erdőgazdaság, stb. Tehát a rendőrségnek nincs vadászati joga. De ha én autópályán elütöm, az enyém is lehet, nem? Nem. Hát én nem adom nektek. Hát még tönkre teszi a kocsimat, adjam is nektek, nem is ehetek belőle, hát azért ez a pofátlanságnak a teteje. Hát ha már ott kószált, én elütöttem, ketten kipattanunk, berakjuk a csomagtartóba. Hát már szóljatok egy kis húzakodás után, tudod. Már azt enyém le, hogy a tiéd élődtek. Nézd már, mit csinált az elejében. De mi, akkor megbüntetnek egyébként? Tehát ha én elütöm a vadat, és én azt elviszem, és nem szólok senkinek egy hajnali órán, és mondjuk én lebukom, akkor megbüntethetnek? Igen, mert az lopás lesz. Ugyanaz a lentülettel. Na jó, de tönkretette akkor... Hiányzik az esti rovancsnál. Hát a leltárba, igen, évvégén. Aha. Nem, mert nyilvánvaló, hogy nem darabra vannak az állatok, megszámolva, hogy 52 van egy területen, viszont hogyha megállít a rendőr, és a... Vicceltünk, csak humorizálunk. Akárhogy is számolunk. Akkor bukta van. Na jó, de tönkretette a kocsimat, eléugrott, érted? Ez a szemet szemért, fogad fogért elv, nem? Hát van egy roncs kocsid, akkor te viszont legalább jót eszel. Igen, hát így is lehet gondolkodni, de szerintem az autópályán ez egy ilyen viszmajoros eset lesz, mert elvileg a kerítés az azért van, hogy ne menjen be a vad az autópályára. Ha mégis bemegy, hát nem tudom, szerintem egy ilyen 100 éves beszélgetés a autópálya kezelővel. Ez ott egy az M35-ös mellett, ez egy vadgazdaság? Ez a milyen major? Viszmajor, amit mondtál? Igen. Van a sárvári vadkertmajor, és van az M35-ös mellett a Vízmajor. Igen, nagyon szép hely egyébként. Mindenképpen elmegyek a családdal. Olyan kedvet csináltál hozzá. És akkor ezek szerint legenda Béla bácsi, a főtörzs, aki minden vadisznónak a gyilkosa, és őt mindig így felhívják. Ha? Francba. Picit csalódottak vagyunk. Én nem ismerem Béla bácsit. Nem tartom kizártnak. Figyelj, és ha autópályán kint van a tábla, hogy vadveszély, én elütöm azt a jószágot, akkor a közútkezelő azt mondja, hogy ő felhívta a figyelmet arra, hogy vadveszély. A vadásztársaság szintén mondhatja, hogy jelezték. Tehát akkor nekem senki nem téríti meg a káromat? Szerintem autópályán nincs kint a vadveszély tábla. A Feri esküdözik, én sem emlékszem, én az láttam, M7-esen a Feri azt mondta, láttam. Hogy látott az M7-esen valahol egy vadveszélyt. Én még ott soha. Mert azt hiszem, ott még nincs végig kerítés. Talán van egy-két hely, ahol nincs. Ha nincs kerítés, akkor elképzelhető, aha, hogy kirakják, de uh-huh, szerintem a kerítés miatt nem rakják ki. Uh-huh. Most minek van idénye egyébként? Mit lehet lőni, Szilveszter, az autópályán? Hát az autópályán majdnem a vaddisznót elsősorban, de hát a vaddisznónak ugye egész évben idénye van, illetve most már jönnek az apró vadak, tehát a fácán, nyuszi vadászatok ideje kezdődik. Szegény kis nyuszik. Én tudom, hogy kártékonyak, és nem akarok ezzel jönni, csak az ember úgy sajnálja őket. Aztán én egyszer voltam egy vadászaton, ott elmondták, hogy milyen rohadt kártékony a nyúl, mennyi kárt tesz a veteményes kukorica, gyümölcsöt, barackfákat, mindent tönkre tesz.
koptatja a körmét állítólag, és ahogy koptatja a körmét, elhal a barackba, és nem tud aztán gyümölcsöt növeszteni magán. Ezért lövik ezeket a kis nyulakat, mert ilyen kis rohadékok. Azt mondtam már, hogy a vadisznókos is többször neki szalad a kerítésnek? Ezt már elmondtam, ezt a történetet, igen, ugye? Játsszuk el, hogy nem. Egyszer mesélte nekem egy vadász, hogy a vadisznókos, de szilveszerzte jobban tudod, és rájön, hogy áram van a kerítésbe, de átszalad a kerítésen, és visít már, mielőtt neki szaladna a kerítésnek, amiben áram van, mert tudja, hogy meg fogja csapni az áram. És úgy szalad neki, hogy így visít, és átszalad a kerítésen visítva, mert tudja, hogy meg fogja csapni az áram, de ha kaja van, akkor átmegy a másik oldalra. És egy vadász most lehet, hogy engem szivatott, de elmondta, hogy higgyem el, hogy már a neki csapódás előtt visít a malac, mert tudja, hogy meg fogja vágni a kerítés. Ez igaz, lehet szilveszten? Elképzelhető, mert a vaddisznó, meg ugye a házi disznó is nagyon okos állat, de én ilyet még sosem tapasztaltam, tehát én nem teszteltem, hogy milyen, amikor átszalad a vadkerítésen, vagyis az áram alatt álló kerítése. Mi esküdözött a vadász, hogy visít a malac? Én mondtam, hogy félt, én olyan városi vagyok, rámutatsz egy állatra, bármit mondasz, elhiszem, hogy azt, tehát, hogy nekem teljesen mindegy, ezt meséltem. Igen. De Szilveszter, nem mondod, hogy egyszer sem hajtottátok neki a vaddisznokat a kerítésnek, hogy könnyebben leszedjétek őket? Nem. Sarokba szorítva. Nem, az nem vadászias. Egy vadász hogy tud csalni egyébként, Szilveszter? Tehát, hogy éjjellátóval, vagy kamu kukajával, vagy... Hát, vagy sima disznót eladja a vaddisznónak. Nem, hát az éjjellátó sajnos az kezd ilyen bevett szokássá válni, de tiltva minden fórumon ennek ellenére néhányan használják. Azt tudom, hogy ezt nem lehet, igen. Hát mással nem lehet csalni, tehát énekelni, táncolni nem lehet nekik, mert akkor arra nem jönnek. Azt nem is feltételeztük, igen. Ezt valahogy azért még mi is éreztük, már messze áll tőlünk a vadászat. Én majdnem rákérdeztem. De az éneket és a táncot feltételeztük, igen. Szilveszter, köszi! Vigyázzatok egymásra is, mert leginkább ilyenkor jönnek majd a vadászbalesetek, ugye, hogy ott mozogott, ne szel cserket! Ilyen vagy a Józsi volt, hogy azért ilyet sokszor hallunk. Szilveszter, köszi, ciao. Hello. Az a másik rejtély, amikor az egyik vadász elövi a másikat. Azt tényleg érthetetlen. Úgy, de arra, én erre, bekerítjük, az kilövik egymás bal szemét, azért az is érdekes. Nézd már, csizmát húzott, de ravasz. Nézd már, kalapon a fén, ha nézd már oda, de ravasz ez a kis jó, de pörkölök egyet neki majd. De az nem a Józsi, de hogy a Józsi? Hagyjál már. Hülye már megérészek. Hogy a francba lövik le egymást, nem? Azért az is megérne egy misét, tényleg. Hogy történik az? Hát azért, ha te mész, és látod, egy két lábra állt valaki, nem mondod, négy, már ravasz ez a róka két lábra. Hát azért látod, hogy ő az, vagy bokor mögött van, és oda lősz. Hát elvileg csak tiszta célpontra lehet lőni. Igen. Nem? De hát, ha most gondolod, hogy ott ül ki már 10 órája, szét van fagyva, menne már haza, elfogyott a bugykosból minden, ami picit melegíteni, hát belevizionál már mindent. Hát meg tiszta az a célpont, tisztán látszik, hogy a Józsi. Az nem sörte, az őrbunda. Kifordítva. Fölvette. Ellopta az asszony bundáját. Nézd már. Na jó van. 8:30 pontosan 2 perccel. 3-as ugrásra lehet jelentkezni, valaki szeretne velünk játszani, szép, dedikált ajándékcsomagokat nyerni. Akkor írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Igaza van Ferének, az M7-esen van szarvas tábla. Egyébként, tehát ott mindenki figyeljen. Debrecen felé az M3-ason a 14-es kőnél vadisznóra vadásznak, lassítják a forgalmat a rendőrök, erről is beszéltünk. Ugye most úgy látszik, hogy mindenhol vadisznóra vadásznak. Aztán félpályás útlezárás a 44-es főúton, a Jász-Nagykun-Szolnok és Békés-megye táblánál nagy erőkkel kivonultak, végre aszfaltoznak, ezt Balú küldte nekünk. Az M3-ason Pest felé a Kisbagi pihenőnél katasztrófavédelmi és KPM ellenőrzés, veszélyes árut szállító kollégák figyelem, üzente nekünk Gyuri. M7-es, 66-os és 55-ös kilométernél Budapest felé van vadveszélyre figyelmeztető tábla, most jöttünk el mellette. Várpalotán a Veszprém felőli részén trafia szokott helyen üzente nekünk Dávid, és Bali ma van Károly napja, csak szólok, hogy memorizáld. Igen. Hát, az új gyerek. A kis lurkó. Bizony. A kis lurkónak ma lesz majd a névnapja, igen. Apámék körülbelül 20 évvel ezelőtt az M7-esen ütöttek el egy szarvast, az volt a szerencséjük, hogy oldalról ugrott nekik, és nem előttük volt, a vadásztársaság fizetett, küldte nekünk Néma. Hát az, azért az nagy szerencse, igen. Nézd, Józsi, két lábra állt a medve, bum! Józsi,
Józsi! 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 Ezek a klasszikus, két lábra állt a medve. Klasszikus, nagyon rossz vadászviccek. Igen. Jó hangulatú egy ilyen vadászat, egyszer el kéne menni. Nem? Indul, ha én szívesen. Jani szerintem annyira nem rajong érte, de én benne vagyok. Mehetünk. Mert mindig, a vége mindig szép. Gyerekek. Hát igen. A vége mindig szép. Vagy sült lesz belőle, vagy pörkölt. Én sem szeretem magát, amikor lelövik, főleg az őzeket, mert annyira aranyosak. Tehát aki egyszer már nézett őz szemébe, az soha többet nem akarja, hogy lelőjék. De hogy a hangulata egyébként tényleg nagyon jó. Tehát amikor kimész, isztok egy ilyen pálinkát, aztán isztok az állatra egyet, aztán elindultak a lesre, fölültök, mindenki aztán isztok megint. Isztok a lesen egyet, isztok, amikor leszálltok a lesről, isztok, amikor visszaértek a lesről, és aztán na, vagy még egy valami. Sztereotípia. Na, hát ez aztán nem sztereotípia, gyerekek. Ez bárki meg tudja erősíteni. Vadászat nincs ivászat nélkül. Ez együtt jár. Tehát ez erősebb, mint sztereotípia. A vadászatokon isznak. Ez erről szól. Biztos, hogy egyetlen vadász sem erősítené meg ezt. Ittatok? Nem emlékszem. Az a vadász, aki ezt nem erősíti meg, az sajnos hazudik. Mert a vadászat az nagyban szól az alkoholizálásról. Tehát ez így van. Ez vele jár. Iszol egy pálinkát az állatra, iszol egyet a meglőtt állatra, iszol egyet Józsira, a lábát lőtték el. De ez tényleg, szóval, hogy egyrészt hideg van, kettő át kell melegedni, egy jóféle pálinkázás. Én nem sok vadászatom voltam, de mindenki mindig ivott. De milyen vadászat volt, hogy tényleg most így, puskát hoztál? Nem. Oh, de pálinkád van? Van. Akkor nagy gond nincs. Kulacsban hozták a kis pálinkát, hát ez az együtt jár a vadászattal. De ez nincs. Nem azt mondom, hogy a vadászok részegek, de hogy igyanak egy ilyen felmelegítő pálinkát, az hozzátartozik a vadászathoz. Az biztos. Higgyetek el. Célzó víz, így hívják. Igen? Hát persze, célzó víz, és akkor már mindjárt jobb vagy lövésben. Vagy bátrabb egy kicsit egyébként, igen. Na jól van. Oké, nagyon sokan jelentkeztek játékra. Ha minden igaz, akkor Anna választott egy valakit, úgyhogy már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Szia Balázs, hello. Hello, sziasztok, mi a helyzet? Hello, Jani. Mindjárt keressük, akarjuk, elcsípjük, tárcsázunk, mindjárt itt van. Már a hallgató, akivel játszani szeretnél. Anna életem. Ha játékosunk, Anna megdöbbenve néz. Megyek, úgy látom. Én is azt gondolom. Jó lesz, már hazamegyek. Rendet kell tenni. Én is azt gondolom, hogy hiányzol ide a fedélzetre. Kisminkelte magát, most már ráér. Nem. Beszélt hallgatóval azért, de most mindjárt kapcsolja neked. Uh-huh. Igen. Addig egy jó vadászos SMS, vagy valami hangutánzás János. Gyerekek, nem kell félni a csöntől, megvárjuk. Jó, itt van. Hello. Na, halló, jó reggelt. Hello, István vagyok. Hello, István, honnan hívsz minket? Szia. Győrből, jól van. Mit csinálsz ott? Dolgozok. Egy. Azt én gondoltam. Igen, csak milyen cégnél? Egy multicégnél. Egy multicégnél. Az nem az autógyárnál gondolom, vagy ott nem, esetleg? Nem az autógyárnál. Annál multinál. Nem. Multinál dolgozol. Jól van. Van segítséget? Tudtál valakit magad mellé gyorsan kollégák itt szerezni? Jó, hát te sem vagy túl bőbeszédű. Jó van, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem simán vihető. Az első az a férfiaknál gyakorlatilag zicser, a második szosszó, a harmadik nehéz. A férfiaknál zicser az azt jelenti, hogy foci? Hasonló egyébként. Jó van, kik vannak melletted, István? Két munkatársam, egy munkatársnőm, meg egy munkatársam. Na, úgy két munkatársam. Aha. Jó, a lényeg, hogy akkor vannak melletted, akik segítenek, nem is akarom nagyon bonyolítani. Jó, figyelj, így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Ki alakította a Walker a Texasi Kopó című tévésorozat főszerepét? Hát a híres Chuck Norris. Így van. A legenda, a megismételhetetlen. Nagyon jó vagy. Menjünk-e tovább, ez a kérdés? Igen. Ez azt jelenti, hogy menjünk? Menjünk. Nem talán. Rosszul, mert később hallom a rádiót, előbb hallok titeket.
Gyere arrébb, az nekünk se jó a rádióból füle, gyere arrébb, hagyd ott a kollégákat, majd átkiabálják neked a választ egy másik helyiségbe, te pedig gyere arrébb, mert az egész totálisan élvezhetetlen. Jövök, csak. Jó, tehát csúszunk, nem hallunk, várunk, ez nem annyira jó. Okay. Hagyd ott őket, majd kiabálnak. Na most jobb? Igen. Na, figyelj ide, így szól a második kérdés dedikált egér alátétért. Igen. Melyik testrészben található a szárkapocs csont? Hát a lábszárban. Ennyi. Nagyon hát ez... nagy vagy. És tudja, és tudja. Nagyon jó vagy. Focizol, focisztál? Focisztam, igen, focisztam, focizom, na, edző ezért vagyok. Gyerekekkel foglalkozom, edzésem. Úgyhogy tisztában vagyok így vele. Nagyon jó. Na, neki menjünk a harmadik kérdésnek, mi legyen? Menjünk, menjünk. Ha már játszunk, akkor menjünk neki. Menjünk neki. Így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Milyen nemzetiségű volt a jóslatairól elhíresült Nostradamus? Francia. Figyelj! Mindent tud. Hihetetlen jó vagy. Végig hasítottál a kérdésre mind a hármat. Séróból. Nagyon ügyes vagy. Gratulálunk. Figyelj, nagyon jó vagy. Csak okosabb lehetek, vagy okos lehetek. Isám, tényleg jó volt. Küldjük neked az ajándékcsomagot, aztán eldöntött, hogy mit adsz a többieknek, jó? Ma megnézhetik, azt adom nekik. De rendes, jó, mondjuk nem segítettek, tényleg nem segítettek, ment minden fejből. Persze, ment minden fejből. Balázs, tudod ki az a Csaba Lala? Ahogy mondod? Hát, nem is nagyon értettelek, mit tudok? Csaba Lala. Tudod ki az a Csaba Lala? Nem, nem. Ha van én utána, ő egy dél-afrikai focista, a dél-afrikai válogatottban nyitó meccsen, amikor ott volt a védőr, az első gólt. Nem kis gól volt. Nézd utána majd, YouTube-on. Mindenféleképpen. Már keresi. De most nézek utána, vagy ráér. Úgy, igen, most már egyébként meg is nyitottam magamnak, hogy... Jó. Egy gólon kívül fogok esetleg más látni, mert megmondom, hiszen egy gól még azért annyira nem hoz lázba, vagy akkora gólt lőtt, vagy ő csinált mást is. Szívesen megnézem. Akkora gólt lőtt, igen. Akkora gólt lőtt. Hát, hogy téged mi hoz lázba vele kapcsolatban, azt nem tudom. Mondom, nem sok aha. Minden. Erről híres igazából, hogy Dél-Afrikában vagytok, ezért ott vettem be. Uh-huh. Csaba Lala gólja. Csaba Lala. Tényleg. Nagy gólt lőtt. Megnéztem. Nagy gól. Igen. Én látom az arcát, nagyon nagy hatással voltam. Elképesztő, tehát rosszul levert a víz konkrétan, leizzadtam, és remegek. Igen. Te nézed a futballt, azon kívül, hogy játszol is, vagy hogy kicsikkel foglalkozol, szereted? Igen, nézem, üzem, üztem, játszottam, gyerekekkel foglalkozom. Nézd, igen, tehát uh-huh. Sokat foglalkozol a futballal, jó. Ezt az egy gólt lőtt ez a Csaba Lala, vagy lőtt még? Hát biztos, hogy még ez emlékezetes. Én is itt igen, ezt... nem nagyon lehetett hallani róla. 2010-ben volt, ahogy látom. Igen. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad, megnéztük, tényleg szép volt. Köszi. Ciao. Vigyázzunk. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Milyen szörnyű lehet ez a nevet, hogy Csaba Lala, és senki nem vesz komolyan, nem? Kis Csaba Lala, gyere már ide, ugye, hogy nem, egyszerűen nem vagy komolyan vehető egy ilyen névvel, hogy Csaba Lala, nem? 2010-ben lőtt egy gólt, de semmi extra. Benyújtanám a fizetési igényemet, ugyan Csaba Lala. Hát ugyan Csaba Lala, nem volt, nem, ugye? Adjad, ne bócs, igen. De megnéztem, egy dél-afrikai játékos tényleg nagy gólt lőtt. Na, gyerekek, kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy Tibi megérkezett hozzánk, úgyhogy hát mindenki reszkessem. A legjobb fotós a stábban. Igen, mert hogy Kassa Tibivel folytatjuk, úgyhogy érkezik hozzánk. 5 perc van pontosan, 9 óra meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és aztán Tibivel jövünk a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Ez itt a
Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk kétharmad itt most már, illetve nem, hogy fogalmazzak? Várjál, mert 4-en vagyunk most összesen, hiszen Tibi is megjött, azaz igen. Akkor 2/4 itt. Kétnegyed ott. Igen, jó volt a matekból, nem? Igen, összejött. Szépen, mindig bajba keverem magam. Miért nem mondom azt, hogy részben Dél-Afrikában, részben Magyarországról, és kész, nem kell ezt túl bonyolítani. Itt vagyunk, veletek vagyunk, és azt nézem, hogy egészen iridlésre méltó az idő Magyarországon. Abból a szempontból, hogy igazi indián nyár, gyerekek, hát amikor már búcsúztunk a melegtől, és azt hittük, hogy ez többet nem jön vissza, 18 fok szerdán, és ragyogó napsütés országszerte. Hát mi történik itt? Mit már, hogy ott? Mi történik? Hát de itt is. Itt is mi történik. Három nap után végre kisütött a nap, és a 18 fokból úgy néz ki, hogy tudunk egy kicsit feljebb lépni. Egyébként jót tesz nekünk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. M1-es, M7-es közös szakasza után a lejtős kanyarban egy vigyázz kutya tábla van kirakva. Mindenki menjen lassan. Aztán az M0-áson Dunaharaszti után az M5-ös felé kamion, személygépkocsi kocs, rendőrök kint, kis torlódás, Gyurgyalag üzente ezt nekünk. Köszönjük. M3-as trafi Budapest felé a 106-os kilométer kőnél ST Tibi üzente, valamint az Erzsébet híd alatt mérnek a rakparton a budai oldalon. Ezt Gergő küldte nekünk, és jött még egy, ez ebben a pillanatban érkezett, Trafipark Sopronban, a 84-es főúton, a Vabi parkolójában. Köszönjük szépen. Mi van még itt, ami fontos lehet? Van még valami? Látok valamit? Nem. Gyerekek, elmondtam az összeset, a többi az már a vadászatos témához jött, de azt lezártuk, köszönjük szépen. Kedv van, ez pedig ugye egyet jelent, hogy megjött hozzánk a Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már Roviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakassa TV, Kakassa TV. Wow! Kakakassa TV, Kakassa TV. Hey! TV! 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 Kakakassa TV, Kakassa TV. Balázs, de igazából színezhetted volna, mondhatod volna, hogy csapat 1500-ada, 8400-ede kint van, ott van. Minden mondhattam volna, és minden egyes mondattal, igen. Egyre nagyobb bajba kerültem volna, az biztos, de hogy figyelj, hogy egyszer én csinálok rólad egy képet a szignál alatt, tehát hogyha önelégültséget lehetett tanítani, és a Komlósi Oktatási stúdióban felvennék ezt a tananyag közé, beraknánk, és azt mondjuk, hogy hogyan legyünk önelégültek, tehát az az átszellemültség, hogy te a saját szignálodat hallgatod, ez valami, még számomra is megdöbbentő, pedig azt gondolom, hogy azért nem tudok nagyon már ebben fejlődni, de hihetetlen az a fajta. Nem is tudom. Figyelj, és nem hatás, ami alá te kerülsz. Hát de nem Komlónet, ezt a BGF-en, figyelj, tehát ezt bárhova betelted, ez a fajta ipari önimádás, amit én létre tudok néha hozni. Figyelj, ami jó, az jó, és ez rendben van, érted? Meghallom, azt mondom, hogy rendet. Saját, nekem volt már olyan egyébként, hogy néztem saját koncertfelvételemet, ez halál frankó, és így néztem egy ilyen, néztem a saját koncertfelvételt, ahol nyomtam egy ilyen megható számot, azt ott ültem, azt elsírtam magam, hogy saját hatásom alá kerültem, de jó a srác. Láttam itt Skype-on, nekem itt vagy a monitoromban, hát ezt a fajta önelégültséget, ezt komolyan mondom. Hagyj engem békén, Figyelj, de hogy most el kell mondjad, mert ezt a hallgatók nem látják. Ti valamit az előbb ilyen, ha az önelégültségről beszélünk, ilyen réveteg önelégült fejjel bámultatok az előbb valamit oldalra. Mit néztetek? Most visszanéztük egy promót. Az X-faktorból megnéztünk egy jelenetet. Ja, csak azt néztem, hogy egy ilyen könnyes szemmel bepárásodva néztétek a monitort. Na, csak az X-faktorban néztük az a nyitó jelenetét a Bencének pontosan, mert Laci letöltött az X-faktort, és a Bencének volt egy ilyen nyitó jelenete, hogy alszik, de álmodik, de fel kell, de mégse álmodik, de csajok, de takarítónő, és ezt visszanéztük, hogy ez hogy sikerült. Hát így elmondva rohadt jól hangzik. Na, csak azt akartam mondani, hogy... Minket nem rossz maga a jelenet, tényleg. Azt akartam mondani, hogy beszélgetitek sokat ilyen rendőrökről, meg egyáltalán, hogy ki, hogy van, meg ki lőtte ki a vadat, meg nem lőtte ki a vadat. Uh-huh. Akartam egy ilyen rendőrös sztorit egy picikét előhozni nektek. Talán már a múltkor beszéltünk róla, ti tudjátok, hogy én egy picikét rendhagyó módon vagyok mindig a rendőrökkel, mert én azt a stratégiát űzöm, hogyha rendőrrel találkozom,
Ugye a múltkor ugye volt, bejött utánam a körforgalomba, láttam, hogy nem indexelt a körforgalomból kifele menet, tehát én föl voltam rá készülve, hogyha engem véletlenül megállít, akkor ott egy ilyen vádalkút köthetünk helyben. Tehát, hogy nem jelentett föl azért, mert ő nem indexelt, ha elenged téged. Hát igen, hogy tudok hallgatni. És most megint láttam egyet, nem mondom meg, hogy hol, mert nem akarom őket mószerolni, hogy jött mögöttem a rendőr, nem annyira voltunk bekötve még. Tehát, hogy már majdnem. Éppen készültetek magatokat bekötni, igen. De még majdnem nem, de már majdnem. És mondtam is a páromnak, hogy kössük magunkat, de közben én már látom, hogy az egyik fényszórója, de a jobb oldal lámpája azt hiszem nem égett. Tehát tudtam, hogyha megállít, akkor én már föl voltam készülve egy ilyen vádalkúval, hogy az én hallgatásomnak is van ára, és akkor valahogy elboltoljuk. Ti egyébként milyen politikát nyomtok a rendőröket? Tehát, hogy én nekem általában azt nyomom, hogy próbálok nagyon ilyen, nagyon lazán, nagyon humorizálva kiszállni, és akkor az általában egy jó belépő szokott lenni. Ti mit toltok? Ha igazoltatás van, vagy ha félreállít? Vagy ha történt bármi? Nem, akkor, hogyha koktélozol egy japán étteremben. Hülye. Nem tudom, olyan régen nem állított meg rendőr. Hát csak meglátják az autóját tovább. Nem, de örülünk, nem. Hogy megy, menjen tovább. Ne, hát semmi. Hogy nem a szervízben van? Hogy nem a szervízben van, kedves Balázs? Hát angol autó, milyen nem a szervízben áll? Hát nyilván az ember a kedves... A kedveset, az aranyosat, a közlékeny, az együttműködő, a bűn megbánó és a sajnálatra méltó angol buldog fejet tudom felvenni, hogy rettenetesen sajnálom és hihetetlen, de van egy kis frissen sütött alvás vitamivel megkínálhatom az urakat. Úgyhogy abszolút, persze, hát ilyenkor az ember mindent bevet. De kellett ezt az utóbbi években. De te ilyenkor lemész ilyen bűnbánóba? Tehát, hogy nálad az a... Én a humorizást, tehát, hogy na, fiúk, ez itt vagyunk, hol vagyunk, tehát, hogy próbálok valamit ebből kihozni, meg láttam ám, hogy nem égett a fényszóró. Te akkor a bűnbánó, te az így előre menekülsz? Abszolút, igen. Az alázatos bűnbánó és az előre menekülő, hátha segít. Jani, igen. Te mit nyomadsz, hogyha... Nekem nincs miért félnem. Tudom, de hogyha... mert a feleségemet fogják elmeszelni, hiszen én nem vezetek. Másrészt pedig igyekszünk azért minden egyes dolgot rendben tartani az autóban, a papírok is rendben vannak, nem megyünk túl gyorsan. Igyekszünk. Na, de hogyha valaki ilyen igazság... Törvénytisztelő állampolgárok vagyunk. Ha valaki ilyen igazságbajnok, az te vagy. Tehát, hogy nekem nem mondta, hogy onnan oldalról anyós ülésről, amikor anyát éppen szondáztatják, hogy te onnan nem szövegelsz az anyósról, nem mondjad már. Dehogy nem. Mi van már? Nincs a dolgotok? Ilyen nyilván ezt tudom, tudod. Mit szorakoztok? Kiszállok? Persze, nem. Hát, gond nincsen. Tehát ugye nem. Udvariasan, előzékenyen, tényleg, ahogy Balázs is elmondta, mi is próbálunk meg együttműködni a hatóságokkal. Nincsen arcoskodás felesleges. Én tudom, ha én egyszer elkezdek arcoskodni, de csak egy fél mondatocska, nem egy fél mondatocska, egy olyan szó is van, ami még nyomokban arcoskodást tartalmaz, abban a pillanatban végünk abból van. Böri lesz. De az abból a baj, nézzétek már meg, hogy előállítás lesz. Milyen ilyen rohadt nyallerok vagyunk, tehát hogy tényleg az van, hogy te Feri, te mit nyomadsz? Meg tudjuk beszélni. Én így kezdem. Hát persze, röviddel a kocsi csomagtartójából, illetve készpénz. Ez a kettő mindig segít. Én ehhez annyira puha vagyok. Én ilyen nem tudnánk-e valahogy máshogy elintézni. Én szerintem sose próbáltam. Vigyél magaddal Morning Show-s bögrét Balázs aláírásával. Mindenhonnan elengednek. Mindenhonnan. Ez régen ment, ezen nem tudnánk elintézni. Erről beszéltünk pont egy hónapja, ez régen nagyon ment. Amikor megvárod, hogy ő kérdez, te kérdezed először, ki játsza le, ugye megvoltak a kötelező körök, én ezt nagyon tudtam. De most már nem lehet. Tehát most már nyoma van annak, hogy félreállítottak, igazoltattak, azonnal lekérik a központból, annak nyoma van. Tehát ez a megvesztegetés, hogy tudnánk máshogy elintézni, szerintem ezt most bepróbálni, az meleg. Az idők már elmúltak ezek az idők szerintem. Be vannak portozva ugyanis. Tehát, hogy nekem konkrétan be vannak portozva a rendőrök. Oda jött hozzá most a múltkor egy rendőr. Volt és egy... ki portozott? Atos portozott. Igen, portozott, és utána később Aramis. Atos teszi fel a portokat? Jó, ha Atos portoz, akkor jó. Igen. Hogy konkrétan be vannak portozva, és közli az elején, hogy erről az intézkedésről most hangfelvétel készül. Na, én ezt még soha nem hallottam. Soha nem hallottad? Én nekem múltkor volt, félreállítottak erről, tudjon mindenki, hogy ez van, tehát konkrétan be van portozva. Minden, ne higgy el, Tibi. Persze, be van portozva a rendőr. És ülnek egyébként, igen, egy ilyen kicsi kis magnó mellett fülessel az őrsön, Józsiék, és hallgatják a beszélgetéseket, és naponta 4000 beszélgetést hallgatnak vissza. Az a rendőr kettő dolgot mondott, és én elhittem. Az egyik azt mondta, hogy be van portozva, és azt mondta, hogy Popsiban nem megcsalás. Ez a kettő, hát most hogyha ő hazudik, én is hazudom. Nincsenek, szerintem nincsenek beportozva. Az meg se fordul a fejedbe, hogy becsületűsök?
Dehogy nem, de ne hülyéskedj. Én, aki a fényszóróját próbáltam javítatni. Figyelj, azért a hallgatóktól kérdezzétek meg, miért most erre nagyon rálegyintetek, mert az egy rendőr mondta, hogy csak azt mondta, hogy ne énekeljek, mert be van portozva és készül róla fel. Mondtam, hogy elnyom a hullócsillagot, ha elenged. Mondta, hogy nem, mert be vagyok portozva. Tibi, ha humorizálnak veled, azért ne higgyel mindent. Be vannak portozva. Be van, na, most ezt a hallgatóktól kérdezzétek meg, hogy jöjjön erre, be vannak portozva, na erről tényleg, ha, nem tudom, mindenki-e, de azt gondolom, hogy a muzikálisabbak. Igen, akinek jó a hangja, és szépen énekel egész nap, azokat beportoznak. Jó, úgyis hallgatnak minket sokan, akik rendőrséget dolgoznak, vagy igazoltatnak, vagy az igazságrendészeti osztályon bárhol, akár Vas megyében is, írjanak már nekünk, hogy létezik-e, hogy a hétköznapi járőröket, mindegyiket egyébként reggel felportozzák, és hallgatják a beszélgetést. Nem lehet. Hát gondold el, magánbeszélgetéseket folytatnak ők az autóban. Ja, hogy amikor ők kiszállnak az autóból, igazoltatni, elindítják magukon a portot. Igen. Van valami rögzítő egység a kocsiban, hogy az intézkedésről legyen egy felvétel. Hát nagyon modern lenne. Hát ilyen, ez a magyar, tehát amióta elmentetek, rengeteget fejlődött ez az ország. Tehát, hogy hát nem vagyunk otthon, és ilyen dolgok történnek. Hát engem kétszer igazoltatott konkrétan hologram rendőr. Oda nyúltam, azt nem volt ott. Hát, hülye vagy? Nagyon nagy. Na, figyelj, viszont mi egy picit a Ferivel elirigyeltük, mert nem tudtam ezt egy jobb szóval mondani, hogy ne... De én értettem őt szerintem. Hogy elirigyeltük, hogy ti kint vagytok, és nektek baromi jó, és azt gondolom, nekünk meg egy közben baromi rossz, ugye, tehát hiába zabáljuk a diskókot, valahogy nem akar úgy csak összeállni. Csak a szenvedés van csak itt. Csak a szenvedés. Hát más, figyelj, amit Balázs ugye mesélt, hogy minden nap tiszta a szoba, minden nap friss törölköző, friss ágynemű, azért az kemény, tehát az jó dolog. Hát meg az egész ellátás, tehát tényleg, hogy azért nagyon nehéz ezzel azonosulni, úgyhogy van egy dal, amit annak idején, ugye Tájföldre magamat marcangolva írtam, ugye ez a Rohadjál meg kassza című dal, nem tudom, emlékeztek-e még rá? Igen, megvan. Szerettem. Megvan. Az és... ott is a legnagyobb slágered. Jani, ne szurkáljál nekem onnan oldalról. Figyelj, én voltam koncerteden, és láttam, hallottam. Imádták az hogy emberek. Minden számnál repültek a fehér nemük, és volt közte nő is. Na, hogy ezt átírtuk Ferivel, csak azért mondom, hogy Ferivel, mert csak hogy hadráncsa magam. Igen, hogy ne egyedül vidd a balhét. Igen, hogyha baj lesz belőle, akkor ketten írtuk, ha rohadtul fogod szeretni, akkor csak én csináltam. Jó? Tehát, hogy... Így megszületett a dal címe Rohadjál meg Balázs. És ez, na hát ez köszönöm szépen, hogy de legalább nincs elég bajom, nincs velem a családom, hiányzik a gyerekem, a feleségem, Tibi bejön, a dal címe Rohadjál meg Balázs. De figyelj, most ez... Nagyon jó. Meg kell egy vérző embert még rugdalni. Nem baj, már tetszik egyébként. Rohadjál meg Balázs. Mehet? Mehet, nyomja. Élőben nyomjuk, ez ilyen élő premier. Szól a gitár, jó halljátok, jó a szant? Jó, abszolút, jó. Na, figyelj, 1, 2, 3, 4, én turistán utazok, te meg persze magángépen. Én 5 csillagos szállodát még nem láttam csak képen. Itthon meg csak Ferrarival van tele a garázs. Hát rohadjál meg Balázs! Az a gáz, ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az apanás. Az a gáz, ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Én aláírom, hogy nem könnyű neked, mert minden nap bélszín zabálni dögunalmas lehet. A fürdőszobád akkora, mint muterná a lakás. Hát rohadjál meg Balázs! Az a gáz! Ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az apanás. Az a gáz! Ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Kis dalunkban egy valaki nem kapott még bókot, aki alig várja, hogy már ehessen riskókot. Veled most nincs semmi baj, de azért jól esik kimondani, hogy rohadjál meg, Jani! Az a gáz, ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az apanás. Az a gáz, ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Hey! Nem volt rossz, sőt, jó volt. Nagyon király. Ülünk itt ártatlanul erre a dalci, rohadjál meg. Azt Balázs, kapjuk a pofánkba. Rohadjál meg. Jani, kapunk egy kicsit. De jó volt. Tetszett. Hát, tetszett, hogy a Feri néha, amikor rohadjál meg Balázs, ilyen tiszta szívből. Én oda tettem. Rohadjál meg Balázs.
figyelj, de nem láttad, vagy láttad a Tibit közben, hogy így még mutogatott, hogy gyere velem, gyere, te is mondjad, hogy rohadjál meg, ne csak én legyek egyedül. De megérkeztél, ott voltál nagyon, de figyelj, nem kellett kétszer mondani. Csak a művészet véget. Tehát Hakim bezár a büfé, dráma, ilyen megrövedül a büdzsé. Tehát, hogy... Ja, hogy a kinti büfé jó, az most esetleg. Ha Kim bezár a büfé. Ez költészet, hogyha hallgassátok most, hogyha hatása alá kerültek, később hallgassátok vissza a szavaimat. De mivel is érdemeltük ki, hogy 12 órát dolgozunk, vagy hogy 6 hete nem láttuk a családunkat, vagy hogy nem látunk semmit Dél-Afrikából, vagy 6 hete ugyanazt a nyomorúságos ételt tesszük. Melyik részével érdemeltük ezt a nagyon nagy irigylést, amit most kapunk, és szereteted? Hát igazából annyi, hogy 2 hete tervezünk, csak most hoztam be a gitárt, tehát semmi, nem. Jó, egyébként menő volt, tényleg menő volt. Fér még ahol már van amúgy. Én bírom ezt. Mondom. Jó van, tetszed. De arra figyeljetek egyébként, hogy állítólag, hogyha tényleg ez a fajta, tehát hogyha túl sokat eszel bélszint, az is ugyanúgy egy oldal táplálkozást. Tehát figyeljetek, hogy nehogy baj legyen. Kicsit a szarvasgombával meg tudom gondolítani. Elmondom nektek csak azért, hogy azért a tisztálátás véget, hogy tegnap este sikerült lejutnom az étterembe, végre nem forgattunk és ettem, egy odaégett csirke szárnyat próbáltak combként rám tukmálni. És 3 perc volt, mire megértettem velük, hogy barátom, én mindent megeszek, amit ad, nincs ezzel baj, de hidd el nekem, hogy ez nem az, aminek mondod. Ez a csirke másik fele. Higgyem el! De, és kiderült, hogy a másik vége a vaslapon rommá volt égetve. Tehát a minden a bélszínhez azért ez jó, hogy jó, hogy tudjátok, hogy nagyjából ilyen szinten van itt a gasztronómia, hogy nem ismerik a csirke, melyik részét adják neked. És közben van köztünk egy ilyen hallgató, azért kellemetlen, amit nyomadsz Balázs most, nekem tök mindegy, mert te építed az imidzset, de ugye van egy hallgatólagos ilyen meg nem támadási egyezmény köztünk, tehát ugye a hallgatóknak mit mondunk, hogy ülnek benne a stúdióban. Közben ugye egy ilyen vízálló mikrofon szettel derékig benne van a medencében, Balázs, én látom itt a Skype-on. Benne van, hogy csak ott lennék. Derékig benne a medencébe, és ebben a pillanatban most teszik le elé a mohítót. Nekem tök jó, hát most bármi. De hogy... át tudjuk írni a dalt. Csirkeszárny, rohadjál meg, jó Balázs. Elmondanám nektek, hogy a 4 hét alatt egyszer próbáltam arra kísérletet tenni, csináljak egy mohítót. Amikor a paradicsom léhez nyúlt, akkor azt mondtam, hogy hagyjad, brada. Nem, ez nem az a világ. Ez nem az a világ, ahol én mohítót fogok inni. Tedd le azt a paradicsomlevet, engedd el. Az van olyan, az a Bloody Mary. Hagyd a francba, nem iszunk mohítót. Tehát, hogy azért van még hova fejlődni. Az mi Dél-Afrikában, de az a király volt. Balázs, igen? Az mi ott mögötted, az ilyen óriás csúszda, vagy mi az ott? Rohadjál meg. Na, megy az jó. Idő, nehogy aztán nem maradjon idő igen. A témára, mert biztos nagyon jó. Igen, biztos nagyon jó, de előtte még el kell mondjam, hogy nem a te téged körülvevő jó világ az, ami ma reggel böki. A csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Van egy sztori, amit egy ilyen 2 héttel ezelőtt már elkezdtem kezelgetni a Facebookon, és ki is raktam, mert baromira idegesített. Egy család küldött akkor nekem egy levelet, hogy megelőztek egy piros valami furgont, és már akkor kiraktam, most azóta már egyre többen foglalkoznak vele, csak azért akartam nektek is elhozni, hogy mit gondoltok róla. Megelőztek egy ilyen valami furgont, vagy ilyen egyterű valami ilyen kis teherautószerű izét, és azt csinálta emberünk erre, hogy ezt egy finom támadásnak vette, visszaelőztéged, miután megelőzted, eléd áll, és utána a sávban cikázgatva nem hagyja, hogy megelőz, tehát hogy elkezd veled szépen játszani. És ez állítólag ilyen napi rutinja neki, hogy amikor te megelőzöd, akkor ő visszaelőz, tehát akkor megsértődik, eléd áll, és szépen, hogy próbálnád előzgetni, szépen ilyen próbál téged leszorítani, próbál téged kifékezgetni, tehát ő valahogy ezzel éli ki a perverzióját az utakon. Csak kíváncsi voltam, hogy ti ilyen esetekben egyébként mit csináltok? Tehát találkoztatok-e már ilyen típusú, hát ugye csak azért mondom, mert van köztünk szakács, tehát a gyökérrel. ilyen gyökérrel ez találkoztál. Ez egy teherautó, vagy egy kamion? Vagy ez egy nem, ez egy kis teherautó, kis tudod, teherautó. Amiből lehet ilyen személy, 9 személyes személyszállítót, vagy pedig raktereset is használni. Ez egy piros színű autó, és ez most már több helyen is előbukkan. Igen, én mondom, hogy 10 napja raktam ki, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehetett, amikor kaptam ezt egy levélben, le is fotózta, hogy mondta, hogy még egy órákkal később is remegett a dologtól, mert konkrétan életveszélyes szitukba sodorta velem, fékezgetett rájuk, tehát nem, hogy tényleg egy idő után nyilván megijedsz egy ilyentől, hogyha a nő vagy én, nyilván nem, meg kemény vagyok. De persze, te átmész alatt a lakosautónak. Azonnal rácsavarok egyet, tehát azonnal ki tudod kiveszolgatni. Mi lesz, hogy ki a rendőrség?
Hát csak hogy szedett? Ezt az arcot pont, a forgalomból. Pont ez a kérdés, hogy ilyenkor mi a helyes eljárás? Mert azért raktam ki tényleg, hogy hát, hogyha ott van rendszám, együtt lefotóztam, hogy hát ezzel valaki foglalkozik. De hogy ilyenkor mit tudsz csinálni? Ti mit csináltok ilyenkor, amikor valaki elkezdi önbíráskodni úton? Hát, ha gyerek ül mögöttem, akkor semmit. Tehát akkor elengedem. Nehezemre esik, de akkor elengedem. Egyébként a kamionok letolnak és villognak, és mondjuk a belsősávban előznek a nulláson, ami a halálom, leginkább egyébként román kamionok csinálják, akkor szoktam önkéntes rendőrködni. Tehát, de akkor mit csinálsz? Én beállok eléjük, és egész egyszer 20-ra lelassítok, és tudom, hogy attól megöli őket. A frász is képes vagyok hosszú-hosszú kilométerenken keresztül. Egyébként ilyen lassan menni, annyira be tudok ezzel rágni. De nem félsz, tehát hogy beléd nem értem, jön. Hogy miért nem jön beléd, nem jön nem, beléd. És akkor elkezd villogni, elkezd dudálni, szétveti az ideg, és az bennem okoz néha egyfajta ilyen önző önkielégülést. De én akkor hajlandó vagyok arra az időmből egyébként egy keveset áldozni, hogy hosszú-hosszú kilométeren keresztül 10 km per órára lassítok, és amikor emelkedő jön, akkor még jobban lelassítok, és aztán hirtelen ott vagyom. Tehát tudom, ez az önkéntes rendőrködés legalja, de ilyenkor áldozok erre. Tehát amikor te tényleg mondjuk 80-nal mész a nulláson, ő beáll 3,5 méterre mögéd, elkezd villogni, dudál, és megpróbál letolni, azt én elég nehezen tolerálom. Hát, mondom, más autónak lemegyek, simán menjen, nem érdekel, de amikor kamion ezt csinálja, azt nehezen bírom. Tehát akkor bosszút állok. Tudom, hogy kicsinyes, de én ezt bevállom. De mondom, van ez a szitu, mondom, amikor konkrétan mondjuk a családoddal mész. És ott van mondjuk, ott ül mögötted a gyerek, nem tudom, bármi, és konkrétan játszik a egyterűvel az emberünk, mert ő úgy van vele, hogy most ő azt a játékát játsz, amit szokott, egyébként záhony körül van valami. És hogy, hogy nem engedi magát megelőzni. Aha. Először valahogy megelőzöd, és akkor úgy dönt, hogy nem, akkor egy padlógáz eléd megy, és onnantól cikázik előtte, tehát hogy kvázi, mint egy ilyen terrorba tart, hogy te ne tudjál elmenni mellette. Csak ez baromira... Igen, ez egy nagyon jó önvizsgálat egyébként, mert az élet számos területén találkozom hülyékkel, és valahogy mindig át tudom ezt a dolgot engedni magamon. Ha közlekedésben elkezd valaki ilyen önkéntes rendőrként szabályozni, nem úgy, ahogy én teszem, mert én csak reflektálok, hanem magától például, hogy nem engedi, hogy megelőz, akkor pillanatok alatt nagyon elborul az agyam. Nem tudtam még megfejteni az okát, hogy mi váltja ki belőlem ezt a hihetetlen indulatot. Ha család van, akkor nyilván semmit. Ha nincs család, hát akkor elindul a játék. Akkor jó, de most benne vagyok. De most egy hülye miatt meg nem, tehát azért, mert valaki hülye az utakon, azért meg nem válhatsz el, érted? Tehát, hogy vagy tedd ki őket, addig az M0-as még ilyen helynél. Figyelj, igen, Viki, ezt Viki, elintézem, visszajövök érzetek. Igen. Nem tudom, hogy ezt egyébként ember miért csinálhatja, hogy ebben miért lát örömet, és nem is hagyja, hogy te megelőz. Nem, tehát te előznéd, és nem hagyja. Csak az a baj, és ráadásul szerintem az a baj, hogy itt nem számíthatsz a rendőr segítségére, mert most igazából itt most minden mit csinál? Persze. Nincs, semmi. Így van. És ugyanez igaz. Az a fura egyébként ebben az egészben, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy ez a bizonyos piros furgon, amiről te beszélsz, ez elviekben, sőt, mert többen jelezték, már volt fönt egy hírportálon is, hogy gyakorlatilag hetek óta ezzel szórakozik. Így van. Tehát, hogy itt nagyon gyorsan ki lehetne rántani ezt az emberkét a forgalomból, hogyha akarnák. Hát igen, csak például a rendszámi alapján is beazonosítható. Ha fölveszed kamerával, akkor az bizonyíték? Én úgy tudom, hogy az nem. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy nem és mi van, hogyha egy rendőrségi csali autó megy? Az mondjuk okos, ülj előre. Jó. A másik, illetve még ugyanebbe a témakörbe tartozik, nem konkrétan ez az eset, amikor azt látod, és sajnos most erre egy nagyon-nagyon szomorú és fájó példa volt, most egy nagyon komoly baleset történt, biztos láttatok, ahol sajnos sok haláleset is volt, és hogy ez, mikor emberünk azt mondja, hogy már pedig neki most úgy érzi, hogy ez össze fog jönni, és neki kezd egy hat kocsiból álló oszlopnak a megelőzésébe. Ugye ez azért még nem vehetett ki, és ott látod, hogy két forgatókönyv van. Ha sikerül, akkor mit mond? Hát, tudtam, hogy meg tudom csinálni, tudtam, hogy meg fogom előzni. Ha nem sikerül, akkor mi történik, akkor belehal egy család. És annak idén mi egy ilyet kifékeztünk, egyébként annak idén mi a bátyámmal szintén próbáltunk egy kicsit rendet tenni a világban, és amikor láttuk, hogy konkrétan majdnem egy ilyen végzetes ütközést csinált valaki, akinek nagyon fontos volt három autót megelőzni egy jókanyarban. Utána mentünk, kifékeztük, és figyelj, majdnem olyan cirkusz lett belőle, hogy majdnem mi lettünk meghurcolva, hogy mi a személyes szabadságába korlátoztuk, mert eléjártunk, meg a nem tudom, tehát abban majdnem ügy lett, mikor megpróbáltuk elmagyarázni, hogy ott majdnem egy három tagú családnak az élete majdnem oda lett, mert te úgy igen, tettek, mert az önkéntes bíráskodás, így van, azt a rendőr csinálhatja meg, hogy leszorítja, de te nem úton közlekedő. Nyilván leszorítottuk, és a... Na jó, most csak. De mindegy, tehát hogy akkor ti ilyenkor próbáltok rendet rakni, vagy elengeditek? Hogyha mondjuk egy ilyen szitu lenne, akkor te próbálnál, mondjuk mit csinálnál ezzel a piros furgonnal, Baller?
Hát amit mondtam, nyilván, hát azért előbb-utóbb meg lehetne előzni, és aztán utána elindulna a terror. Sajnos hajlandó vagyok még ilyen esetekben néha felvenni a kesztyűt, tényleg. Hagyni kéne, tehát önmagában elég szomorú, ha valakinek ennyi a kielégülése. Tehát nagyon nyomorúságos életre val, hogy valaki itt talál kielégülést, hogy más ártatlan embereket egyébként terrorizál. Tehát ha meg se bünteted, neki elég büntetés az, hogy önmagával kell lenni a nap 24 órájában, de valószínűleg azért belemennék kicsit a játékba. Állítólag most közben jött egy kedves ügyvéd barátom, közben üzent és azt írja, hogy kamera, tanú, és abból már összeáll a feljelentés. Aha. Tehát hogyha föld, igen, de a kamerát azt nem fogadják el bizonyítékképpen. De állítólag itt azért, hogy ha van egy kamera és van egy tanú mellette, tehát ha ül melletted valaki, és van még egy élő tanú, meg van egy videófelvétel, azzal már állítólag megáll a feljelentés most, és ez így már bűncselekményként megáll ez a veszélyeztetés. Azt mondja, hogy egy hivatalos okiradól idézek, az állampolgár által készített álló, illetve mozgókép nem minősül bizonyítéknak, mivel nem hitelesített készülékkel készült a felvétel. Aha. Hát akkor jól megoldottuk. Félve kérdezem, meg most nyilván nem hazabeszélni akartam, nem azért hoztam ezt, mert az elmúlt fél évben semmit nem adtatok meg, de Balázs... Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Mondd, hogy ez részben jogos. A dalnak szól. Részben a dalnak, részben a témának, de jogos, ezt meg kell adni. Megmondom őszintén, hogy azért szeretem ezt a hármas szignált egyébként, mert csupa olyan dolgot mond ki egyébként, ami nyilvánvaló is, amit amúgy is tudok. Tehát, hogy de attól függetlenül jó ezt hallani. Hogy nem azért húztam mondjuk azért... Nekem azért rosszul esett ez a fajta kivételezés, hogy Balázs sokkal jobban rohadjon meg, mint én. Igen, te csak azért, kicsit jobban meg kellett rohadnom, igen. De már 9:30, hát piros furgon, dal, hát lassan kezdek arra gondolni, hogy esetleg ma úgy jöttél, hogy nincs témád. De van! Megmondom őszintén, tudjátok, hogy én a hosszú távú elköteleződésnek vagyok a híve. Ugye? Ez de jó volt. Na igen, abszolút indokolt a csörbek. Ne sértsetek, te tudjátok ugye, hogy én a hosszú távú monogám elköteleződésnek vagyok egy nagy követe. Kimondta. Istenem, ez a srác, és még ugyanúgy ül a poén. Érdekes, hogy elsőre is hazugságnak tűnt, de másodikra se lett jobb. Tehát Balázs, engem, aki ennek a fajta egy életen át tartó nagy közös utazásnak vagyok a hírnöke. Most engem akartok megmaradni. Csak azért mondom, hogy mivel most már azért most már lassan 2 éve benne vagyok egy párkapcsolatban, azért, ami mondom, már, ahogy kimondom, hogy gyomrom összeugrik. Tehát, hogy már lassan menekülnék, hogy egy picikét belástam az életünkbe, és hoztam nektek egy listát azokból a konfliktusokból, amit azon mindenki átél, aki egy hosszabb együttélésben van, vagy házasságban. Mik azok az aprónak tűnő kis konfliktusok, amik abszolút meg tudják mérgezni a hétköznapokat, mik ezek a kis konfliktus források, amik banálisnak tűnhetnek, de utána a kapcsolatra nagyon csúnyán ráülnek. Úgyhogy ilyen harcokat gyűjtöttem ki egy picikét nektek, a hallgatók is nyilván ebbe bele tudnak szállni, hogy ki mivel harcol otthon, mik otthon a kis konfliktus források. De igazából akkor lehet, hogy hozzam Annát egyébként, hogy pizza női oldalt is meg tudja ebbe a sztoriba szólaltatni? Hozhatjuk, igen, csak vágjál bele, mert nagyon rohan az idő. Na, itt van néhány dolog, csak azért, amit például nem értek. Tehát, én pont tegnap este megkaptam, hogy a nem felhajtott WC deszka, hogy az egy undorító dolog, hogy én azt nem hajtom fel. És én ezt egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogni. Tegnap este egy komoly vita volt nálunk egy ilyen beszélgetésben, mert hogy nem hajtom vissza, ugye az a problémátok nektek. Az, igen, az elég komoly probléma. De miért? Tehát, hogy én nekem én ugyanaz a mozdulat... Tibi. Nem. Na. Nem, tudod miért probléma? Mikor beleesel derékig, én jövök hajnalba dolgozni, és leülsz a hideg fajanszra a sötétbe, akkor az azért elég bosszantó tud lenni. De nekem ugyanaz a mozdulat. Tehát, ez... A hideg fajanszra... Ráülök a popimmal, az komoly probléma. Nem kapcsolom föl a villanyt, és én megbolondulok például tőle. Miért? Igen, egy mozdulat neked is. Volt olyan, is. Hogy nem volt lehajtva a deszka, és kicsit beestél a fajanszba? Mert tudod, hogy a fajanszra ülsz, az vékonyabb, és a farpofák nem találják el rendesen, és beesel. Olyan volt, mert nekem volt ilyen konkrétan, hogy álmos voltam, gondoltam, leülök, és nem volt lehajtva a deszka, és majdnem beestem a fajanszba, ugye, mert vékony az, és a farpofáról lecsúszik, és oldalt kapaszkodtam. És tényleg a Viki fölhajtva hagyta az ülőkét, szörnyű. Kihajtotta föl, te hajtottad föl, ember. Hát... Nem emlékszem már, hogy volt, csak tudom, hogy hajnalban megérkeztem, rárogytam a WC, és úgy agyban majdnem beestem a fajanszba, mert hogy azt hittem, hogy ott van a deszka, és oldalt ugye az picit csúszik hideg a farpofádnak, és hát sikerült.
Beesni, ez valóban sok. De hogy ez miért? Lenni. De hogy ez miért? A mi sarunk. Tehát ez minden nő úgy állítja be, hogy ez a mi sarunk, hogy a WC ülőke nincsen visszahajtva. Ellenőrizzétek, mielőtt leültök, nem? Hát az nincs ráírva sehol, hogy lehajtva a szabványos, vagy fölhajtva. Nincsen ráírva, de hát figyelj, ti vizeltek más, hogy már bocsánat, ti ülve csináljátok, de ne! Ti is ülve csináltok. Ezt a hülyeséget. De ez nem hülyeség, ti, hát. De nem mi vizsgelünk máshogy, hanem ti. Dehogy is. Hát figyelj, ti ülve csináljátok a nagy dolgot, mindenki ülve. Az nem, azt szerintem meg már megalázó. Ott valahogy én úgy érzem, egy férfit kiherélünk azzal, hogyha úgy, ülve pisilik. Ne, pisil, nem. Pisiltek állva, csak leülni. Hajtsátok tudod, vissza. Milyen jó leülni, Anna? Tudod, mennyire ülök. Ennyi év után. Leülök, internetezek kicsit, ne vicce, jó ülve. Nem fröcskölöd szét, nem lesz fröcskölöd. A padló. Mi még igen, tudunk célozni. A csempek, higgyetek, én bevállalom, én otthon leülök. Lusta na, vagyok, én leülök, gyerek. Na, másik ugyanilyen nálunk ilyen állandó ütközési pont. Ágyban kajálás. Én notórius ágyban kajáló vagyok. Szavazzuk meg, most figyellek, Balázs, Jani, ki az, aki ágyban elfekve nagyon nagy faló? Balázs az bevállalta, én is? Nincs vele baj. Jani? Nincs vele baj. Semmi baj. Én takarítok utánuk. Én nem eszek ágyban. Én nem szeretem. Belemorzsázunk az ágyneműbe. Így van, egy jó kis ágyban kajálástól nincsen jobb, és ez nálunk ugyanígy harc, hogy utána, mert utána én viszont nagyon hisztizek érte, hogy nem tudok a morzsás ágyban aludni, és utána ráfogom a páromra, nyilván ő morzsázott bele. Igen, a morzsa tudod miért probléma? Sokkal érzékenyebb a bőrünk, megnyomja a morzsa. Másik, sokkal érzékenyebb a szaglásunk. És engem zavarnak azok a szagok, amik sajtos kekszből ott szétáradnak. Így van, nem gusztusos a morzsás. Nem. Megnyomja a bőrünket, és kész. Nem. De az ágyban miért kell az ágyba enni? Miért kell? Mert mozizol, közben nézel egy filmet, meg nekem van olyan tálcám, hogy kis lábacskái vannak, ki lehet hajtani. Fogom, és így magamra teszem. És mellé eszel. Beviszem a kis tálcácskát, kihajtom, és akkor ott van minden így berendezve, nézem a kis kedvenc homelandemet, és a kis ágyas tálcámat kihajtom. Hát ne vicceljetek. De tudod mi a baj? Van egy kis váza is, egy szál vörös rózsával benne. Sarkába. Hámozott mandarin, egy fél körte és némi sajt feldarabolva. Persze, figyelj, a kis ágyas tálca, igaz, most a két éve nem használtam, de volt amikor. És az a kellemetlen, hogy előadja Balázs, hogy ő beviszi az ágyas tálcát. Igen. Miközben ez hogy néz ki? Jean hozhatja a vacsorámat, és akkor leteszi a... Januária. Igen, hozhatja. Jó. De gyerekek, ágyban enni jó. Én adom ezt, Tibi. Film... Jó, másik hatalmas ütközési pont. Filmre elaludni, vagy vaksötétbe elaludni? Filmre elaludni? Én csak filmre tudok elaludni. Tehát ha vaksötétben, akkor nekem ez egy olyan elalvásos szükségmegoldás, és feltehetőleg táborban vagyok. Tehát én csak, ha megy egy jó elalvós film, úgy tudok elaludni a párom, csak vaksötétben. Ilyenkor mi van? Egy éve külön alszunk a férjemmel. Szevasz, Juli. Ezért szeretlek, Juli, mert te vagy a legőszintébb. Bejössz, és az egy éve külön alszunk. Nagyon szeretlek. Ő lenne a kanapén, én meg fent. És melyikőtök tévézik? A férjem. De annyira, hogy berakott egy böszmen egy ilyen porfogót a szobába, amihez nem volt távirányító, és mindig ő elaludt, én meg kapcsolhattam ki. Abban a pillanatban, hogy visszanézek a monitorra vagy a tévére, kiveri az álmot a szememből. Hát hogy lehet tévére elaludni? Ő meg ennél a legnagyobb, tud, úgyhogy... A legnagyobb. A másik ugyanilyen lámpáknak a felkapcsolva hagyása, és akkor megy utána a másik, az megkapcsolgatja le. Tehát én az vagyok, aki nem tudom még fölkapcsolgatni, még csak, és az egész, tehát olyan, mint egy ilyen karácsonyi kivilágítás, úgy áll a ház, konkrétan Pakson be kell intani egy ilyen póterőművet, hogy működni tudjon a házunk, és talán megy utána a párom, és kapcsolgatja le, hogy nem lopjuk azért. Ti... De félsz, vagy miért csak félsz? Vagy mi? Nem, hát pánikrohamod lesz a sötétben? Vagy nem, miért csak szólt a lámpát? Szólt a könyvelünk, hogy rohadsok a haszon, az valami. Ja. Kéne egy kis bevételi számla. Kéne számla. Hogy ti az éve lámpával ti toljátok, vagy ilyen spórolósak vagytok? Kapcsolgatjátok? Nálunk egy darab jelzőfény van. A polc tetején világít egy lámpa. Ferihegyen laktok, hogy milyen jelzőfény? Így van. Hogy a férjem betaláljon a kanapóra. Nem, egy darab jelzőfényig, úgy nem esek le a lépcsőről, és ő is betalál az ágyba, úgyhogy ez teljesen jó, ezzel kivédünk egy csomó lámpakapcsolgatást. A másik... Nálunk is van, a Viki imádja, ez a kis konnektorba bedugható, ilyen kis éjszaka világító, ilyen, mit tudom, három év alatt egy nem tudom mennyit fogyasztó 100 forintba kerül, ilyen kis jelzőfényeket a lakásba. És az azért van, hogy este a gyerekhez oda találjon, nem tudom, és olyanok vagyunk tényleg, mint egy ilyen kiszem felszálló pálya, hogy égnek ezek a jelzőfények. És annyi van belőle, hogy lekapcsoljátok a lámpákat a házba, és ugyanúgy világos marad. És ugyanúgy nem tudunk besötétíteni, igen. A másik ilyen brutális ütközési pont a szennyes témakör.
Tehát én megmondom őszintén, hogy én az vagyok, hogy valahol leesik rólam az okni, az ott rohad meg. Tehát, hogy az uh-huh. hogyha... Pont ilyenek is képzeltünk. Nem is gondoltunk nagyon más. Igen. Na, ne arcoskodjad ott az akkurátus luxus osztag. Mondjátok, hogy nálatok mi van. Tehát ki hol veszíti el a szennyest? Ebben nem vagyok trehány. Nem? Ebben nem vagyok trehány, nem. A Beninek már megtanítottam, hogy hogy tudja úgy levenni az alsógatyáját, hogy a sarkával fölsarkazza és elkapja. De az menő. És egyébként ezt nagyon menő. Csinálja 5 évesen, bemegy a fürdőszobába, ledobja az alsógatyáját, és amikor az egyik lábam van már, csak akkor fölrúgja a sarkával és elkapja. Ezt megtanítottam neki, erre nagyon büszke voltam. De ez nálunk valahogy nem megy. Ez az okni elhagyás, szépen mire fölérsz a fürdőszobába, az levetkőző, mindenhol egy ruhadarabot, az nincs. Én ebben egészen. Fú, nálunk nagyon. Tehát nagyon. Tehát én konkrétan, tehát van olyan, hogy én mondjuk, ha legurulok az ágyról, puhára esek, ott van egy ilyen 7 generáció zokni, vagy az ágy mellett. Atya Isten. De mondom, tehát hogyha mondjuk hozzáteszem, hogyha nekem azt mondanád, hogy a jó szendékú manók töltik újra a kézmosót, én elhinném, mert én azt se láttam még soha, amikor újra, tehát én azt se láttam még soha, hogy újra töltődik. Jó, de hát akkor egy valamit vállaljatok be, most ne egyedül legyek én azért, tehát nálatok milyen házi konfliktus van ilyen kis apró házi dolgokból? Na, nekem egy van. Na. Egy. De tényleg, most eszembe jutott a hűtő nyitva hagyás. Valamiért annyira rászoktam így az utóbbi években, hogy én nem tudom mi. Tehát mindig oda megyek hozzá, kiveszek valamit, és nyitva vagyok. Ez már erősen. Azért ez erősen a szenilitás. Tehát elfelejtett, hogy mit csináltál egy órája, az oké, hogy mit csináltál egy percet, kinyitod a hűtőt, és úgy és hagyod. Nyitva vagyom a hűtőajtót. Egy liter tej van a kezemben. Hol vagyok? Ez kinek mi a ez a feleség? Ezen elgondolkozunk, az ember mondjuk nem tudom, nyitva hagyja a kocsi ajtaját, nem zárja be, oké, de a hűtőajtót, hát az a fél perc telik el a benézés és a kivétel között. Hát az nem egy hosszú időintervallum. Valamiért kiesik. Azt fogom csinálni, hogy oda fogok készíteni egy levél Covingtont, és amikor kinyitom a hűtőt, akkor mindig bedobok egy tablettát. Van ilyen hűtő malac, ami elkezd nyögni, vagy rágni, vagy valami hangot adni, hogy nehogy miért kell, tényleg azért van, ugye, hogy meg azért van, hogyha valaki nassol, akkor hallja a másik, hogy megint belezabált az ételbe, és ha kinyitod a hűtőt, abban a pillanatban a malac elkezd jelezni. Vegyek neked egy ilyet? Igen, ez azért van, hogy a nassoló házaspárok tudják, hogy valaki benyitott, és aztán fényre indul el a malac. És addig, amíg fény van a hűtőben, addig röfög a malac. Kérsz egy ilyet? Igen. Jó. Akkor vegyél magadnak. Nem, ja, jó. Veszek neked egy ilyet. Karira, ez a fényre életbe lépő malac jelzi, hogy nyitva van a hűtő. Nassolás kizárt ugyanakkor, mert hogy lebuksz. Na az utolsó, hogy legyen egy ilyen kis búcsom, mert a csajokat be tudjuk vonni, ami szerintem szintén a csajok biztos, hogy ismerik. Én nagyon ilyen vagyok, én vállalom. Bármi, amit nem találok, az automatikusan. Kicsim, ezt hová tettük? Igen, a király többes. Igen, hová tettük? Vagy hová tetted? És neked nőként kötelező tudni. Ez így is van, és sokszor el is számoltatnak ezügybe. Pontosan. És meg is érdemlem. Hát persze, hát nekem kell tudni. Ugye abban a rettenetes rumliba élsz, amit elmeséltél. Ami egyfajta rend, ugye? Csak ugye abban csak egy zseni ismeri ki magát a káoszban. Oho. Ennél egyen jobb az, amikor ott van a szeme előtt. Azt mondja, a francba, hol a francba van, és csapkod, és ide-oda pakolgatja a dolgokat, és odamész, és kihúzod. Ennyi. Vagy a kezébe van pont. Nekem ilyen is volt, igen. Na, de hogy ezek után azért nincs sok illúziótok. Melyikőtök lakna velem? Én nem, Tibi. Nagy a csend. Mi megölnénk egymást. Illetve ti pontosabban a Janival ölnétek meg egymást. Én még csak bírom a rendetlenséget. Jani szobájában megint benn voltam tegnap, és mondom, Jani, rakd el a tiszta ruháidat. Nem, az a szennyes 4 darab póló élére hajtogatta. Nem a mosodában. Nem hittem el. Én kiúztam egy fiókot, és így kiömlött a szennyes ruha. Élére hajtogatva 4 darab póló, ami a szennyes. Nem tudom úgy leszedni a fregoliról. Tisztán. Én na, imádom, hogy a Jani ilyen. Félve kérdezem, hogy jogos-e. A taps és a sikor. Hát, hogy ne lenne, dalt hoztál, készültél. Nagyon jó voltál. Hülyeségeket mondtál a beportozott rendőrökről. Nem igaz! Hihetetlen. Csekkoljátok le. Persze, 4-5, hogy ez teljesen hülyeség. És az egyik rendőr, aki ezt mondta, hogy be van portozva, azt is mondta, hogy remekül csókolok. Úgyhogy... Igen. Na, egy pici szünet, és itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk. Kora reggel megvitattuk a dél-afrikai szobatakarítás rejtelmeit, mert hogy egészen fura módon takarítják itt a szobákat, próbáltunk hallgatóinktól segítséget kérni, hogy vajon mit jelent, hogy több részletben takarítanak szobát. Valamint az M35-ösön Pest felé vaddisznókat lőttek ki, és arról beszélgettünk, hogy kerül vaddisznó az autópályára, tiltja ezt tábla, már nyilván nem, hogy a vaddisznó fölmenjen, hanem mi autósok láthatunk-e ilyen táblát.
mi történik, ha mi elütjük ezt a vaddisznót, és kik lövik ki ilyenkor az állatokat az autópályán, a vadászok vagy a rendőrök, ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Morning Show. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello! Hát, szia! Hello, Csabi, hívjuk is közben a naphallgatóját, mondja nyugodtan. Tegnap este belenéztem, igen, véletlenül a műsorban, szerintem a legjobb pillanatát kaptam el, és szeretném megkérni a Janit, hogy amikor hazaérkezik, tanítson meg táncolni, jó? Járjunk el együtt táncklubokba. Bármikor. Kétszer ugyanúgy nem tudok táncolni, de majd igyekszem. Felhívom a kedves kollégák figyelmét, tartózkodjunk a műsor ilyen téren való promotálásától. Köszönjük szépen. De én most csak a Janit promotáltam, hogy nagyszerű táncos. Néztem, ahogy diszkózik. Már itt van az Anna, igen, és hívja egyébként. Hívjuk, így van. Mi újság, Csabikám, sportoltál? Képzeljétek el, van némi egészségügyi problémám, nem olyan nagy, de eltiltottak a futástól, képzeljétek el. Jókszem? Nem, a gerincemre vigyázni kell, és azt mondták, hogy most inkább ne fussak, hanem majd menjek el, mit csinálni? Ilyen fizikoterápiára. Súlyfürdő. Súlyfürdő. Az is. De Kalanetics. Majd eszembe fog jutni annak a sportnak. Újra kezdő. Ez nem kapcsolható, Anna, hív még egyszer. Újra kezdő terhes tornára megy a Csabi. Hogy hívják azt, amikor ilyen elliptikus trénerrel mozogsz? Elliptikus trénernek. Az, pont így. De nem, tehát annak a sportnak van valami neve? Hogy... Nem, az spinningre gondolsz szerintem. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy elliptikus tréner torna. Jó. Maga az eszköz az ez. Majd de látom Balázson a feszült figyelmet, úgyhogy haladjunk. Igen, Csabikám, mi... Na, mi semmi. Ennyi. Nem akarsz beszélni, hello, csak értelmes legyen. Jó, várj, nem? Az show! Az nincs show! Hello, hogy hívnak? Ricsi. Ricsi, hello Ricsi, jó reggelt. Ricsi, hol hallgatsz minket helyileg? Szigetszentmiklóson. Szigetszentmiklóson. Na, írtál nekünk SMS-t, ugye a hamisításokról beszélgettünk Nóci hamisított jogosítványa után, hogy ki mit hamisított már életében, nyilván elítélve magát a hamisítást, és azt írtad nekünk, hogy apám hamisította nekem a sztárok aláírásait, tudtam, hogy kamu, ezért eladtam őket, egyszer az egyik vevő szólt, hogy a Ronaldo nem hosszú hó. Ezt mi szerettük. Ezt mi szerettük, ez egy helyes SMS volt. Ricsikém, te vagy a naphallgatója, jó? Nagyon szépen köszönöm. Voltál már valamikor? Még nem. Jól van, küldjük neked, jó? Ügyes nagyon voltál. Ciao, köszi. Ciao, köszi, sziasztok. Hello, hello. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Közben eszembe jutott a szó kardió, ezt kerestem, hogy kardiózni menjek el, és a Well Hello-t hozom nektek. A Well Hello egy olyan nagyszerű csapat, amit a Diaz és a ti nagyszerű kedvencetek, a Fluor Tomi közösen hozott össze, és nekik van egy hát ilyen igazi nyár idéző slágerük, a Rakpart. Úgyhogy ezt szeretném nektek megmutatni. Nagyon meghallgatjuk. Jó. Jól van, jó munkát neked. 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma, jó, ha valaki szeretne tőle dalt kérni, akkor tegye meg nyugodtan, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao. Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül élőben.